Na, kezdjük is el akkor. Sziasztok, köszöntelek titeket. Én Bacsis vagyok, ez pedig a BRSK Official TikTok csatornája, ahol mindig a retro pörög, úgy ezúttal is természetesen. Mint láthatjátok, teljesen új helyszínre jöttünk, és mégpedig azért, mert itt van a gyönyörűséges nappali, szépen pacekba rendbevágva, és azért, hogy a kedves családom egy kicsikét elroncsam itt az összképet itt a nappaliba, mert arról van szó, hogy ezt az egész nappalit most befogjuk ezekkel a számítógépekkel pakolni, illetve befogjuk a gépeket üzemelni. Na de hogy miért? Ugye már mindenki tudja, hogy nyakunkon a BRSK, és jövő héttől hivatalosan is elindul a szerveződés, ez a Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítása. Mindenkit szeretettel vár június 29-én, 30-án. És ahhoz, hogy ezt a beharangozót megcsináljam, ezért kitaláltam egy olyat, hogy itt a háttérben egy csomó működőképes számítógép lesz, és majd egy ilyen videót fogok készíteni ide a TikTokra, és ezt fogjuk majd promózni, hogy gyerekek, június 29-30-án Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítása lesz. Kellemes a hasznossal gondoltam ezt az alkalmat, ha már hardcore számítógép beüzemelések lesznek, ezért nehogy kimaradjatok a jóból, meg a szívásból, remélem nem lesz sok szívás, ezért gondoltam, hogy akkor indítok egy live-ot, és a mai adás arról fog szólni, hogy itt 8-10-12 számítógépes stílszerűen beüzemeljünk itt a nappaliba, ez azért nem lesz egy kis munka, de hát csináljuk, jó szórakozást mindenkinek, és akkor kezdjünk bele, ez volt a felvezető. Na szóval, mint látjátok, itt mindenféle számítógép van, amiket be fogunk üzemelni. Igyekeztem korhű gépeket kihozni, vannak itt IBM XT-k, XT-klónok, van itt, hát az már Pentium 1-es, van itt jó kis 486-os Compact Desk Pro, amit csináltunk, ugyebár sok live-on keresztül, ezt is be fogjuk üzemelni. Szóval ezek oda mennek a háttérbe, és ki fogunk pakolni minden számítógépet oda a háttérbe, hogy jól nézzenek ki. Sanyi, ha valaki segít, leviszem a Vidi PC-ket. Jó, oké, írjál rám, azt megbeszéljük a részleteket. Szóval ezeket a gépeket tehát dekorációs célból ki fogjuk helyezni most ide a nappaliba, és be fogjuk őket üzemelni, hogy ez legyen a háttér. Aztán gyorsan nézzük is át, hogy akkor még mik vannak. Hát természetesen korhű számítógépekhez korhű monitor is dukál, úgyhogy vannak itt korabeli VGA monitorok, vannak itt korabeli CGA monitorok, all-in-one PC-k, van még itt Hercules monitor is, sőt, még eredeti IBM XT monitor is van, vannak cipelhető számítógépek, van EGA monitor, és üzemelünk be kis Commodore 60, nem ez nem 61, ez Commodore, Amiga 500-at is fogunk beüzemelni, illetve ott a háttérbe valami kis Macintosh logós Apple számítógép is lehetséges, hogy elő fog kerülni. Szóval ezeket a számítógépeket fogjuk a mai nap folyamán beüzemelni, és akkor majd a live-on kívül én meg fogom csinálni a promóciós videót. Hát igaziból akkor ennyi, ez lesz a mai műsorba, úgyhogy nyomassátok a szívecskéket, osszátok meg a live-ot minél többen, hogy ide találjanak az emberek, és akkor köszönöm szépen, hogy segítesz, és akkor szerintem kezdjük is el, és hát értelemszerűen azzal fogunk kezdeni, hogy szép lassan ezt a tornyot, ezt elkezdjük lefele építeni, és oda szépen átvisszük a sarokba, és akkor elkezdjük beüzemelni a gépeket, remélem mindenből hoztam beleget, vannak itt jó kis billentyűzetek is, eredeti Bullmikrál billentyűzet, ez egy 40 éves billentyűzet, 40 éves bilcsi, és nem értesített a TikTok, hát ez az, ettől féltem, hogy már megint nem mennek ki az értesítések valami oknál fogva, pedig holnap gyerekek meg a live lesz ráadásul. De a lényeg az, hogy ide találtatok gyerekek, és osszátok akkor meg minél többen a live-ot, és akkor majd csak ide fognak találni az emberek. Pörgessétek meg szívecskézetek, ez nagyon-nagyon fontos. Eredeti IBM billentyűzet 1982-ből, szépen lassan akkor ezekből a komponensekből fel fogjuk építeni a gépeket, úgyhogy ez lesz a mai program. Hát igaziból lehet, hogy én sem gondoltam annyira át a dolgokat, mert ezt egy kézzel nem lehet csinálni. Vannak itt különböző telefontartói, majd ezeket akkor fogjuk használni, és akkor így talán jobban tudok dolgozni. Szóval az első gép értelemszerűen úgy fogjuk csinálni, hogy leveszek egy gépet, oda viszem, beüzemeljük, következő, és egy kicsikét még beszélgetünk is róla. Na hát, mint mondtam, ezek most elsősorban dekorációs céllal fognak ide kerülni. Természetesen beüzemelve, kicsikét megnyomkodjuk, beszélgetünk róla, stb. Első gép tehát akkor ez egy Compact Desk Pro számítógép lesz. Nem tudsz, köszönöm szépen. És akkor hozok hozzá egy monitort, azt mondja, hogy monitor. Elvileg kompakt géphez kompakt monitor dukál. Remélem hoztam be hozzá a monitort, hogyha nem, akkor hülyét kapok. Elvileg készültem kompakt monitorral, vannak itt cipelhető számítógépek, ezek ki... itt a kompakt monitor.
ezeket arrébb tesszük, akkor mindig egyszerre csak egy gépet fogok építeni. Ez nekem már amolyan kis elő BRSK, hiszen magán a rendezvényen is ezt szoktam csinálni. Annyi különbséggel, hogy itt most körülbelül 10-12 számítógépet fogok beüzemelni, meg aztán a videó után elbontani. Gyerekek, már megéri egy 1 perces videóért, vagy egy fél perces videóért küzdeni kétszer két órát, mert nagyjából 2 óra volt, mire ide készítettem mindent, és hát lesz ugyanannyi, amire elbontom, illetve az elbontás az nem is lesz olyan sok idő, inkább itt majd az lesz a sok idő, hogy beüzemelgessük őket. Na hát nézzétek meg, ugye ezt a Compact Desk Pro számítógépet sok-sok live-on keresztül építettük, és hát szerencsére milyen jó, hogy elkészült, és nézzétek meg, hogy milyen jól fog kinézni, ilyenekre is figyelünk itt a BRSK TikTok csatornáján, Compact Desk Pro számítógép, természetesen a kompakt, eredeti kompakt monitor dukál hozzá, és én már itt látom is az eredeti kompakt billentyűzetét is. Kompakt gép, akkor all-in gyerekek, legyen minden kompakt, már is veszem hozzá elő. És én már most látom, hogy kevés billentyűzetet hoztam be. Na mindegy, hát építsük addig, ameddig van cuccunk, aztán majd utána majd rögtönzünk. Na, hát azért billentyűzetekből sem aprózom el a dolgokat. Minden billentyűzet ilyen kis old school példány. Természetesen retro géphez retro billentyűzet dukál. Szépen kibogozzuk, szemüveget arrébb teszem. És akkor nézzétek meg, itt a jóféle kompakt billentyűzet is. Kompakt gép, kompakt billentyűzet, gyerekek, mi kell még? Szépen ide tesszük. Miután ezek a gépek elvileg fel vannak konfigurálva, ezért ezeknek pöcröc kellene indulni. Viszont azt azért tudni kell, hogy ezek a számítógépek tavaly kiállítás óta többsége be se volt kapcsolva. Ezeket a diszpárnákat innen elveszem, mert ezeket már most látom, hogy útban vannak. Majd ezeket valahol később el fogom rakni. Szóval ezek a számítógépek többnyire egy év pihenő után vannak. És hát egyúttal akkor arra is jó lesz, hogy most ide berendezem a számítógépeket, hogy meglátjuk, hogy mi működőképes és mi nem. Na, ott látjátok szépen a számítógépet, azaz jó lesz, szuper lesz, aztán mindjárt összekötjük, és akkor utána megnézzük közelebbről, bekapcsoljuk. Kicsikét kipróbáljuk, megnyomizzuk, azaz építjük itt a dekorációt. Dekorációs céllal csinálom ezt az egészet most. Azt mondja, billentyűzet, bedugjuk a billentyűzetet. Egyszer ezt kéne ilyen timelapse videóba csinálni, mennyivel jobb lenne, lehet, hogy ez így izgalmasabb lenne. Nem másfél órán keresztül nézegetni, hogy szenvedek, hanem igaziból 2 percbe bele lehetne sűríteni. De hát, gyerekek, ezt most nem kivitelezhető. Azt mondja, hogy a monitort is szépen bedugjuk. Na, miért nem megy ez bele? Azaz, bele kell annak mennie. Hozunk tápkábelt. Na, milyen jól néz ki, gyerekek, itt kérem szépen, hát itt minden van. Úgy. Tápkábel. Tápkábel, kábeles, kábeles. Azt mondja, hogy elvileg ennél a kompakt gépnél nincsen plusz tápcsatlakozó a monitorhoz, mármint a tápegységből. Ezért a tápot a szintén a 230-ból kell kivenni, hoztam is hosszabbítót, remélem, hogy elég lesz. Tényleg semmivel nem számoltam, hogy mi fog kelleni, csak úgy gondolom, mi alapján szedtem össze a cuccokat. De azért igyekeztem úgy készülni, hogy ne nagyon kelljen innen kirohangálni live alatt. Úgyhogy elvileg elég lesz minden, hát hogyha nem, akkor így jártunk, akkor majd utólag módosítunk. Na, azt mondja, hosszabbító, áramot adunk neki. Ez jó meló lesz, már most vizéver a víz. Nekik ezt tipekedtem, most hoztam be mindent. Na, kell még egy tápkábel a monitornak, és akkor ez azt jelenti, hogy az első gép az már meg is van. Üzemelünk be laptopokat is, old school laptopokat fogunk beüzemelni. Természetesen a 80-as évekből. Na, kapcsoljuk be a gépet, és nézzük meg, hogy az első számítógép akkor az működőképes-e, vagy mi a helyzet vele. Monitor az elvileg már világít. Egy év pihenő után megnézzük akkor, hogy mi fog történni. Azt mondja, hogy gyönyörű, szép, korhű, mondjuk mocskos. Ezt a billentyűzetet szerintem évközben szereztem, és nem takarítottam még le. Nem baj, hát majd akkor ezt is meg fogjuk ejteni, de legalább most kiderül, hogy működőképes-e. Na, röffentsük be. Aha, elindul. Léci monitor, működj, működj. Aha, jó lesz. Na, egyből egy, gyerekek.
mármint legalábbis elindult a gép, ez már mindenképpen pozitív. Na jó, addig, amíg ez elindul, hiszen most nem a játékról lesz szó, meg nem a gépnek a buherálásáról lesz szó, hanem a géppark, illetve a dekorációnak az építéséről lesz szó. Ezért megyünk is tovább, és akkor elkezdjük nézni a következő számítógépet, és azt is elkezdjük beüzemelni. Nézzétek meg, hogy ennél a monitornál még különböző potméterek voltak mindenre, azaz ezeket kellett tekercülni, hogyha fényerőt akartam állítani, ha a képet akartam mozgatni, tolni, húzni, mozgatni. Amúgy, aha, beszámoltam a memóriát, jó, az ingyen el fog indulni, már olvassa is a floppylemezt. Elindítunk egy játékot, és a háttérbe itt szépen el fog ketyegni. Remélem, hogy nem fog muzsikálni, majd valami olyasmit állítok be, ami nem fog minket idegesíteni, hogy tudjunk dolgozni. Na, BRSK, hajrá, így van, gyerekek, ez már a BRSK-nak a előkészülete. Olyan szinten, hogy ebből egy reklám lesz, promóciós anyag, NC, ja, azt hiszem nem paramétereztem fel, ha itt meg kézzel meg kell adni, hogy CD, NC, NC, így is van, Norton Commander, és ezen fogunk indítani a háttérbe egy Wolf 3D-t, Wolf 3D, az teljesen jó lesz, az el fog ketyegni a háttérbe. Úgy is van, hát egy kicsit vibrál a kép, ne foglalkozzatok vele, úgysem mérvadó az most, mert megyünk is tovább, a következő gépet fogjuk építeni. Na, egyelőre ez egy elindult, meg is nézzük a háttérből, messzebbről, hogy hogyan is néz ki. Hát egyelőre rohadt nagy kupleráj van még itt, de ezt a sok gépet, ezt most el fogjuk innen dolgozni, hiszen ezeknek a gépeknek az a sorsa, az a célja, hogy itt, még egyszer mondom, szépen egymás mellé elhelyezzük a gépeket, és aki látta a videónak a felvezetését, mármint ennek a live-nak a felvezetését, azt találtam ki, hogy majd itt el fogok feküdni, ezt majd úgy fogom itt bepromózni majd a BRSK-t. Úgyhogy ez a terv, aztán, hogyha nagyon, nem szabad csúnya szavakat mondani, nagyon nem férfihoz illő az, amit, hogy elfekszek, akkor nem úgy fogom csinálni, de vagy valami stílszerűen akarom megcsinálni. Természetesen a későbbiekben lesz Amiga beüzemelés is. Hoppá, eredeti játék, Street Fighter, gyerekek, 1985-ből eredeti Amigára. Hoppá, itt van a lemez, semmi varez, tudjátok jól, nálunk nincsen varez, mindig mindenből, csak is a legális megy. Ezt nézzétek meg, a 80-as években, amikor a játékok mellé adtak kitűzőt. Hát gyerekeket, hol van az, hogy most veszel egy izét, veszel egy számítógépes játékot, azt akkor kapsz hozzá kitűzőt. Hát ez már milyen menő. Benne is van a dobozban. Inside Ken Pin Badge. Nagyon menő. Hoppát, kérem szépen, nagyon-nagyon old school-ok vagyunk. Mindjárt ezt is be fogjuk üzemelni. Ez picikét olyan coming out részemről, mert ugye mindenki tudja, hogy én PC-s vagyok, de hát azért a háttérben meglapul egy-egy nem csak PC számítógép. Köszönöm meg a Snake felhasználónak a feliratkozást. Köszönöm, Snake, hogy feliratkoztál. Hát te nem voltál eddig feliratkozva. Ó, gyerekek, nagyon fontos, ez most jutott eszembe. Van a Snake-nek a profilja, arra szeretnék minden nézőt megkérni, hogyha bírjátok a BRSK-t, akkor mindenki iratkozzon fel a Snake-nek is a profiljára. Ez lesz a BRSK-nak, azaz nekünk a társprofilunk, vagy a testvérprofilunk, és a BRSK-n a kiállításon nem mindig fogok tudni én live-olni, és hogy minden kedves néző tudjon szórakozni akár live formáján, ezért majd Snake fog az ő profiljáról live-olni, szóval mindenki légy szíves, keresse meg a Snake-nek a profilját, vagy Snake nem tudom, valamit csinálja a profilodra, hogy megtalálják az emberek, és akkor utána arra is iratkozzatok fel, kell az 1000 feliratkozó azért, hogy tudjon majd ő is live-olni, jó? Úgyhogy ez nagyon szuper lenne, hogyha ezt megtennétek, ezt már még többször el fogom mondani. Na, hát jöjjön a következő számítógép, és itt a toronyból akkor le fogunk venni még egy valamit. Hát gyerekek, ez pedig egy pont, hogy egy eredeti IBM PC, 1982-ben kezdték el gyártani, azaz a következő számítógép, amit beüzemelünk, ez papíron több mint 40 éves, azért csak papíron, mert ugye ez már egy kicsikét később jött ki, ugye több éven át gyártották, ha jól tudom, ez a modell ez egész pontosan 1985-ben készült el, és hát made in USA, úgyhogy rossz nem lehet. Ezt is be fogjuk akkor most üzemelni. Ehhez majd egy CGA monitor kell. Nem tudom pontosan, mikor a gépon, ez egy 85 körül épp készült, de akkor is hát most már igaziból tényleg el lehet rá mondani, hogy karcolja a 40 évet. Na, hozzuk akkor ezt a számítógépet is, és az szintén most telefontartóba kell, hogy tegyelek titeket, akkor levesszük innen a toronyról a következő gépet, ami tehát nem más, mint egy IBM PC5160, vagy kicsikét szebben mondva, hogy mindenki ismeri, az IBM PC XT 1982-től. Na, ez akkor szépen ide fogjuk tenni az ágyikóra. De rohadt nehéz. Jaj, de rohadt nehéz. Na, és akkor ez most ott lesz. Hát igaziból magában a videóban olyan túl sokat ezek a gépek nem fognak látszódni. Tényleg csak arra lesznek, hogy a dekoráció minél szebb legyen. Úgyhogy ő akkor most ide fog kerülni. Ezen meg itt szépen pörögjön már a Wolf 3D, gyerekek. Na, egy gép. Akkor bemegy egy oda, egy bemegy oda.
Ma még az Amigát is el kell valahova pakolni. Pörgessétek meg, gyerekek, a szívecskét. Hun vannak a nézők? Hun vannak a nézők? Nem tudom, hun vannak a nézők. Hát minek csinálom, hogyha nem nézitek? Így is megcsinálnám, de legalább akkor nézzék minél többen. Szóval ezt a gyönyörűséges IBM PC-t fogjuk amúgy beüzemelni most. Ja, és holnap meg a live lesz, gyerekek, ne felejtsétek el, majd mindenképpen, hát mondanám, hogy konkrétan mondom, hogy délbe fogunk indulni, de lehetséges, hogy csúszik valamennyit a projekt. Déltől meg a live megyek, kérlek szépen Viktor barátunkhoz, akinek brutál gyűjteménye van. Hozzá fogok menni, érdemes nézni a holnapi live-ot is, mert nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy megyek ismét vendégségbe, tudom, hogy szeretitek az ilyet, de most ezt a szobát itt most rendbe kell rakni. Jó lesz ennyi PC-n aludnod. Hát ez egy nappali, és szerencsére nem itt fogok kint aludni. De majd meg különben is. Hát ki nem akar ennyi PC között aludni? Hát mindenki bevállalná, gyerekek. Mindenki bevállalná. Na, hát ugye az IBM PC-hez egy eredeti IBM monitor dukál. Ez egy CGA monitor. Ezt fogjuk hozzá beüzemelni. Nagyon-nagyon ritka, hogy egy ilyen komplett set van valakinek a birtokába, nem csak maga az eredeti IBM XT, hanem a hozzátartozó monitor és a hozzátartozó billentyűzet is megvan. Hát ez a set ez elég sokat ér, nagyon büszke vagyok, ez az egyik legszebb gyűjteményem. Természetesen működőképes állapotban van a számítógép. Mindjárt ezt is bekapcsoljuk, hadd szóljon. Dugunk rá CGA monitort, és hát meg kell hozzá keresni a hozzávaló billentyűzetet, és ahogy az előbb mondtam, természetesen a billentyűzet is az eredeti IBM, természetesen mechanikus. Hát maga a billentyűzetről mindenképpen érdemes annyit mondanom, hogy körülbelül olyan 6-7 kiló a súlya, tehát jó, annyi nincs, de 4-5 kiló biztos van, nagyon-nagyon nehéz. Ez konkrétan öntvényből van, szerintem még a kupakok is rajta. Á, imádom, gyönyörű, gyönyörű IBM PC billentyűzet, szépen ide fogjuk tenni az IBM számítógép elé. És természetesen, amúgy helyezd a VRSK-ra, ezt a kis drágaságot is ki lehet próbálni. És tudjátok, nincs lassú hardware, csak nem rávaló szoftver. 4 MHz-es processzorán így pumpálja ki a játékokat, gyerekek. Úgy tolja 15 FPS-sel, hogy eldobod az agyarat. Nem is kellett akkoriban több. Hú, tényleg fárasztó ez, így pakolom a gépeket, meg itt szenvedek. Mindent a kedves nézőkért, mindent. Jó, annak is adunk akkor tápot, és akkor el is fog készülni a második számítógép is. Hát ugye tápkábelből egy teljesen standard kábelt fogunk használni. Szerencsére ez az elmúlt 40 évben semmit sem változott. Bizony vannak a számítástechnikában olyan szabványok, amik soha nem változtak. Ilyen például a Ctrl-Del, ugye ez a funkció máig működik. Vagy például a hagyományos tápcsatlakozó. Ja, kell még egy majd a monitornak is. Ezen a tápon amúgy van olyan csatlakozó, hogy a tápról is lehessen etetni a monitort. Ugye meg is nézem, hogy van-e itt készleten ilyen kábelem. Lehet, hogy nincs. Ha nincsen, akkor sincsen semmi gond, mert akkor megtápláljuk a gépet közvetlenül 230-ból. De szerencsére van. Hát ugye az ilyen kábelről beszélek, ezek ugye manapság már egészen eltűntek a piacról. Ugye ezzel össze lehet kötni a tápegységet és a monitort. Na, úgy, ne bólogassál, kis telefonocska. Azt mondja, hogy volt valami ízéki tűzött üzenet, bocsi, lemaradtam róla. Mindjárt tűzetek ki megint, ha van valami fontos, azt akkor mindjárt jövök, elolvasom, csak ezt összedugom, és kapcsolom be. És természetesen toljátok a szívecskét, mert nem tudom, hogy hol vannak a nézők, és ez tökül van, hogyha lenne. Mert holnap meg a live van, és jó van, hogyha Viktor barátomnál is jó sokan néznék a műsort. Holnap déltől meg a live, gyerekek, tudom, hogy szeretitek, úgyhogy ismét eljött az ideje, hogy toljunk egy meg a live-ot. Jó eséllyel BRSK előtt az utolsó meg a live lesz. Na, nézzük akkor meg közelebbről ezt a számítógépet is. És akkor a puding próbálja az evés, a számítógép próbálja a tesztelés, ez a monitor, meg ez a billentyűzet, ez hibátlan egy év pihenés után. Ugyebár tudjuk, hogy magát a gépet azt ugye korábbi live-ban raktuk össze, ez is ugye hibás volt, de megcsináltuk, és hát ugye milyen jó, hogy megcsináltuk, gyerekek, hát mennyire adja a set. Itt egy gyönyörűséges 486-os komplett kompakt set. Itt pedig tehát akkor egy gyönyörűséges IBM PC XT set. Nem lesz ma nyereményjáték, ez most itt nem tudok foxposztozni, meg nyereményjátékot indítani, az majd szerintem legközelebb hétfőn lesz a következő nyereményjáték. Na és akkor itt van a kis PC XT-nk, kapcsoljuk be, ki tudja, hogy miért fontos hozzámondani, hogy PC XT, miben nyilvánult meg az, hogy egy PC, IBM PC XT, ki tudja, 5 darab virtuális piros pontér. Azért Macintosh is szóba fog-e kerülni? Hát jól kiszúrtad.
Valamerre ott van hátul egy Macintosh, hogyha ezt most szúrtad esetleg ki, és nem a live elején, amikor mutattam, természetesen igen, azt is be fogjuk üzemelni. De először most végig megyünk a PC-ken. Mikor fogok még live-olni? Holnap tehát meg a live, a szombat, vasárnap hat pihenjek legalább egy napot, és hétfőn pedig visszatérünk a szokásos kerékvágásba. Felpörög a Winchester, monitort bekapcsoljuk. Hánykor? Nem tudom, holnap dél körül fog indulni a Mega Live, de abban nem vagyok biztos. És a szokásos után a hétfőtől pedig visszatérünk a 7 órás időpontra. Hoppá, kérem szépen, Prisma Ega Max grafikus kártya számolja a memóriát. Oda néz, vajon mennyi memória lesz benne, vajon mennyi memória lesz benne, úristen, pörgeti, hát elképzelhetetlen mennyiségű memória. Oda nézzetek. Indul a PCXT. Senki nem tudja, hogy miért kell hozzámondani, hogy ez nem simán egy PC, nem ez egy PCXT. Hát gyerekek, ilyen egyszerű, hát 5 darab virtuális piros pontot adok neki. Lesz vagy 640 kilobyte Snake, ezért egy darab virtuális piros pontot kapsz. De még mindig senki nem mondta meg, hogy ez miért PCXT, és miért nem csak simán PC. Tényleg nem tudjátok? XT szabvány. De mi az, hogy XT szabvány? Nem tudjátok? Hogyha nem, akkor nagyon szívesen elmondom, amíg ez a gép gyorsan magához tér. Mindjárt indítunk ezen is valami jó kis játékot. Personal Computer Xenon Trafo, majdnem eltaláltad, iPhone, nem, nagyon egyszerű, ugye 1981-ben megjelent az IBM PC, ami nem tartalmazott merevlemezt, majd 1982-ben lehetett opcionálisan kérni hozzá merevlemezt, de alapból nem tartalmazott, majd egy évvel később kiadták az IBM Personal Computer XT-t, ami már alapértelmezett kiszerelésben is tartalmazott egy 20 megabajtos merevlemezt. Már hajtja is a floppy meghajtókat. Mindjárt el fog indulni, nyomunk egy F1-et. Itt azért ír errort, mert van benne egy korabeli, hát ilyen mobilrek, vagy igaziból ebben is egy Winchester van, és hát vannak nálam sokkal-sokkal okosabb emberek is, de ezt a meghajtót senki nem tudta még beüzemelni. Minden esetre nem szedtem ki a gépből, mert jól néz ki, ez nincsen beüzemelve, látja a gép, de ő erre panaszkodik, úgyhogy ez tényleg csak dekoráció. Viszont már is indul a gép, már hajtja is a floppy lemezt. Szóval igaziból ez extended volt az XT, így van, tehát kiterjesztett, és méghozzá egy Winchesterrel volt kiterjesztve. Ezért hívják az IBM PCXT-t PCXT-nek. Na, be is jött gyerekek a DOS. Indítunk egy CDVC. Volkop Commander, gyerekek, Volkop Commander, ezt a hangot figyeljétek. Csak, csak, csak. Mechanikus billentyűzet. Indítunk egy Volkop Commander. A 4,77 MHz szétszaggatja itt majd az FPS-eket. Ott meg gyönyörű szépen, kicsikét újabb kiadásba már a Wolf 3D pöföld. Ezen is indítsunk el akkor valamit. Azt mondja, hogy ez a gép viszont tényleg egy év pihenő után most volt először bekapcsolva. Pöcröc gyerekek, indítsunk el egy... Hát a Tower is nagyon jó, meg az Arkanoid is nagyon jó. Melyik legyen? Az Arkanoid itt zenéne nekünk, és most kikapcsolom a hangot. Legyen Arkanoid. Arkanoid, úgy kérem szépen CG a szabvánnyal, mindjárt indul is a játék a PCXT-n, természetesen ez a számítógép is kipróbálható lesz a BRSK-n, úgyhogy gyere el, 2930 Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítására, ahol ilyen minőségi játékokkal, minőségi számítógépen tudtok játszani. Itt is van, kérem szépen, megjöttünk, itt vagyunk, kérem szépen. Na, mehetünk tovább, jöhet a következő számítógép, 486-os. Ó, még zene is van! Igen, a prehisztorika az is rajta van, amúgy igen. Az IBM most nemrég költözött Mexikóba. Ezt nem tudtam látod, de viszont már nem gyártanak se számítógépet, se szervert, ők már csak fejlesztenek, meg szolgáltatást adnak. Már megy is a demo. Ha? Ha? Játssza, oda néz, hát kérem szépen, 4 MHz-en, 15 FPS, van ez 20 is. Na menjünk tovább gyerekek, mert rengeteg építeni való van, itt vannak még a billentyűzetek, van még plazma, van még Amiga 500, ott a háttérben Macintosh, azt ki kell bányászni, és hát először ezt a kis kupacot ezt szépen
le kell bontani. És ez nem, az nem pong, ez az arkanoid, ez már fény évekkel jó volt. Na, így nézünk ki egyelőre, ez lesz a dekoráció. És most viccen kívül most nem hülyeskedek, most csak egy próbát fogok tenni. Nagyjából itt fog majd állni a kamera, és itt fogok akkor majd videózni majd a próba videót, nem próba videó lesz, az éles videó lesz, innen fogom csinálni. Úgyhogy nagyjából akkor a sarokra kell majd még tenni gépeket, meg az asztalra is kell majd tenni gépet. Itt majd az lesz a kérdés, ha teszek az asztalra gépet, mennyire fogja kitakarni a háttérben lévőket. Na jó, mennyi, mindegy, építsünk. Következő gép, amit szerintem most nem fogok beüzemelni, mert ez már modern. Na, gyerekek, döntsétek el, hogy mi legyen. Ti, a kedves nézőknek a kérdését szeretném akkor hallani. Beüzemeljünk-e egy ilyen számítógépet? Ez egy IBM PC 750, ez már Pentium 1-es, ez legyen a következő gép, de lehetséges, hogy ezt be se fogom üzemelni. Vagy a következő gép, amit be fogok üzemelni ott a sarokba, van itt még IBM, ez egy PSP 2. Azt a rohadt, mi a francból van ez? Azt a kurva. Ez a demós gép. Ez egy 286-os. Na melyik legyen, a Pentium 1-es, vagy a 286-ossal folytassuk? Írjátok meg ide kommentbe. 286, vagy pedig P1-es, melyik legyen? A legalsó, az is be lesz üzemelve, az mindenképpen meg lesz. P1, 286, azt mondja, eddig fej, szavazás. A PS2-t is bejöző, jó, lesz P1, akkor legyen P1, folytassuk a P1-gyel, azt oda be fogjuk tenni a sarokba, azt a legalsó Bull Mikrál, ami ténylegesen a legrégebbi számítógépem, ami nekem van, azt is be fogjuk üzemelni, ide szépen leteszlek titeket, és akkor majd a P1 mellé be fogunk tenni egy 286-ost is. Hú, várjátok egy kicsit. Tényleg ver a víz. Alulról fölfele. Jó van, vicceskedünk. Na, álljatok. Úgy. Egy kicsit türelmet kérek, hogy beállítsam a kamerát. Jó, és hozom akkor a Pentium 1-est. Ezt a gépet szintén, ez még nem volt kint BRSK-n, ez hogyha ki is fogom vinni, idén lesz először a BRSK-n. Ez egy nagyon szép gyári Pentium 1-es számítógép, ami tehát itt lesz akkor a sarokba. Na, ehhez hozunk egy monitort, miután ez egy Pentium 1-es, hát ehhez akkor egy picit modernebb monitor dukál. Úgyhogy ahhoz egy ilyen monitort fogok. Azt a rohadt, de nehéz! De rohadt nehéz ez a CRT! Megszakadok! Hoppá, bacsis, kurva erős! Kurva erős vagyok? Ezt figyeljétek! Na, jó, nem hülyeskedek, egy LCD van amúgy beépítve. Így a feeling faktor megvan, hogy CRT monitor, de bele van ragasztva egy LCD monitor. Tudom, hogy ez kicsit ilyen szakbarbárság sok embernek a számába, szemébe, de hát így lett megoldva. Ahogy ezt ide betesszük. Azt mondja, hogy ennek adunk áramot. Szintén egy év pihenő után van a monitor, a számítógép, nem tudom, valószínűleg az is. Pukkant! Nem pukkant? Lehet nem pukkant. Talán nem. Valahol nem tudom, koppant akkor. Ugye úgy azt hittem, hogy pukkant. Valam faszom, meghalt a monitor. Na, kell hozzá egy megfelelő billentyűzet. És ha már... IBM P1-est kértetek, akkor természetesen IBM billentyűzetet is fogunk akkor hozzárakni. Mindjárt kicsit elpakolok innen az asztalról is, hogy egy kicsikét jobb legyen az összkép, mert egyelőre ez itt nagyon gáz, és akkor majd jobban fogtok látni, mindjárt lepakolok innen az asztalról. Szóval IBM billentyű, egér nincs, húha, nem készültem egérrel, és ugye P1-eshez már nem ártana, hogyha lenne valami egér, de majd valamit kitalálunk. Nagyon jó, ide készítjük, már is akkor össze van rakva három darab számítógép, szépen haladunk. Úgy. Még egy tápkábel kell, és remélem, hogy minden okés lesz. Állítod, hogy mindent! Ha már nem lelökte a Commodore, azért nem kell. Na jó, csak viccelek. Tudod, itt kirakjuk. Úgy. Megmentettük, nincs baj. Na, kell egy tápkábel. Itt is vagyunk. És akkor oda szépen a sarokba be fogjuk rakni. Nyomjuk a lájkot, srácok, ingyen van, köszönjük, ez így van, Snake már is tűzte ki, az folyamatos, fontos, hogy folyamatosan nyomjátok a lájkot. Fel kell küzdenünk a nézőszámot, mert holnap meg a láj van, és ha most gyenge a nézőszám, akkor holnap még gyengébb lesz, rohadjon meg a TikTok. Ilyen galád, és így nem küldi ki az értesítéseket a kedves nézőknek, pedig mindenki nézné itt, ahogy készül a BRSK reklámvideó.
Na. Jó, mégsem rossz a monitor, akkor nem pukkant ez, csak valami furcsa hangot adott. Valószínűleg a kábel oda csapódott a gépháznak az oldalához. Úgy megijedtem, azt hittem, hogy pukkant. Mert már tényleg bassza meg, már a múltkor is már pukkant egy tápegység, hogy mi volt alaplap. Na, szépen elindul akkor ez is. Hogy PC, XT, mellette egy Pentium 1-es, majd a kábeleket el fogjuk helyezni. Ott pedig egy 486-os figyel. Na. Lehet küldeni folyamatosan az ajándékokat is, gyerekek, aki már küldött, megküldjön, természetesen Vadalma és társai, ti már ne küldjetek, sokat küldtetek. De most azt nem is mondom, olyan kevesen vagyunk bent, meg tök mindegy, majd egyszer, de amúgy lehet folyamatosan, az lájkokat nyomjátok, az ingyen van legalább, az már nagyon szuper, minél többen legyünk, azt majd akkor is el fogom mondani, hogyha már többen vagyunk nézők. És akkor mondom, hogy ugyebár nálunk nem kell ajándékot küldeni, nem arról szól az egész, de itt van nyakunkon a BRSK és ahhoz minden forint, jól fog jönni. Mert azért nem kis összeg egy ilyen színvonalas és ekkora rendezvényt megcsinálni, ha már ingyenes a rendezvény, úgyhogy minden ajándék jól jön, ott már egy Windows 98 pöfög, és akkor megint megkérdezem, gyerekek, mi legyen a következő gép? Azt mondja, hello Dávid, hello Dávid, örülök, hogy jöttél, azt mondja, ezt a kedves Lifi Dávid barátomnak kérlek, engedjétek meg, gyorsan megmutassam. Azt mondja, itt a nemes garázs, nemes annyi, ilyen nyakbakasztó lesz. Dávid. Nem tudom, hogy hol a tiéd. Jó, van neked is, majd kapsz. Most nem tudom, hogy hova, ne ezzel cseszünk el az időt, menjünk tovább. Szóval gyerekek, írjátok meg ide kommentbe nekem. 286-ossal folytassuk, vagy pedig az IBM PS per 2-vel. Ez egy 386-os alapú, és még lesz még itt XT, van még 486-os, van Amigánk, van. Mi az Apple gépünk is, úgyhogy rengeteg gépet kell még nekünk ott összerakni ide a sarokba, 286. Hát még épp, hogy érdekesebb, úgyhogy már építjük itt a BRSK-hoz a videós anyagot. Kedves Liszi Dávid, hogyha már benéztél, csak akkor legalább te is tudod, hogy amikor ténylegesen elkezdődik a BRSK építése, miben is lesz a BRSK-nak, miben tudsz segíteni, hiszem, hogy te is jössz, azt pakolsz. Kicsit arrébb húzom ezt a számítógépet, hogy több férjen itt az ágyon el, majd a kábeleket később el fogjuk intézni. 286-ost kértetek, úgyhogy akkor most 286-os fogunk, utána jön a PS per 2, rendben van, először 286-os, utána PS per 2. És nagyon remélem, hogy a P1-es számítógép ott a Windows 98-szal be tud tölteni. Egyelőre olyan küzdős, megy a csík, nincsen lefagyva, a töltés nincs, hát nem tudom, mi a franc van, remélem működik. Én azt elvileg úgy raktam el, hogy fel van konfigurálva, de hát tudjuk, az is már azért fél évet pihent az a gép. El fog indulni, tölt a HDD, jó van, jó lesz az, csak kicsit lassan tér magához. Hú, basszátok meg, folyik rólam a víz, rohadt nehéz. Az a baj, hogy ugyebár mindenki tudja a stílusomat, hogy folyamatosan be nem áll a szám, ugye az önmagában azért elég fárasztó. És mellette ilyen 20 meg 25 kilós batár dögöket cipelek, hát ugye azért ez már dupla terhelés. Ajaj! P1-essel van valami kis probléma, betöltött a Windows, majd kiírta, hogy out of frequency. Úgyhogy arra majd kell keresni egy másik monitort, jó lesz az, csak éppenséggel másik monitorral. Na, építsük meg akkor a 286-ost. Billentyűzeteket leveszem innen, az ne zavarja addig itt a látképet. Nézzétek meg, milyen gyönyörű billentyűzeteim vannak, hát nem szarral gurítunk ám itt, vannak itt olyan szépek. Eldobjátok az agyatokat, természetesen mindenből szép korhű lesz, igaz, hogy ez csak egy reklámvideó lesz, de adjuk meg a módját. Jó, oda akkor berakjuk a 286-ost, és akkor ehhez megfelelő monitort fogunk keresni, természetesen korhű és minden tekintetben a számítógéphez való monitort fogunk elüzemelni, ami egy CGA monitor lesz, ami szintén nehéz, mint a sár, de jó lesz ezeket felcipelni a BRSK-re, és gondoljátok bele, hogy nekem ebből van 80, már sokkal több van, mint 80, nem 80, hanem 80 van, és azokat a gépeket fel fogjuk cipelni a BRSK-ra, csak azért, hogy ti tudjatok szórakozni ingyen, két napon keresztül vár mindenkit. Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítása. Úgyhogy ezért én úgy gondolom, hogy megéri feliratkozni, nézzétek a műsorokat, nézzétek a live-okat, figyelgessétek most már nem sokára itt a kiállítás. Iratkozzatok fel, illetve pörgessétek a szívecskét meg, stb. Stb. Na, azt mondja, meg is vagyunk. Monitorhoz kell tápegység, kábel. Tápkábel, géphez is kell egy tápkábel, lehet, hogy kevés lesz. Úgy, 286-os. Ujjaj, konnektor, az is kevés lesz.
kétszer, úgy, monitor, ha? Agyatokat eldobjátok ezzel a monitoron, mindjárt mutatok valamit, eldobjátok az agyatokat. Milyen future-öket tud ez a monitor? Úgy, ezt ide berúgjuk, akkor még lesz egy konnektorunk. Betöltött a P1-es, csak éppenséggel nem megfelelő frekvencián indított fel a monitort. Újraindítom a gépet, és akkor végül a mód engedélyezésével 640x480 belindítjuk. Na, oda nézzetek, kérem szépen, hát vibrál a kép, de úgy valójában nem vibrál annyira. Azt mondja, hogy megnézem gyorsan, milyen kommentek jöttek. Azt mondja, hogy jó, semmi extra. Pörgessétek a szíveket, gyerekek, ne hagyjátok abba, ne hagyjátok abba, Isten tartsa meg jó szokásatokat. Én meg addig itt küzdök. Figyeljetek el, hogy nektek még mindig könnyebb a kis ujjacskátokat nyomni a szívecskékre. Majd egy gyűlölöm, amikor izért kulcsolnom kell a megosztásokért, meg a szívecskékért, meg mindenért, de rohadt TikTok nem akarja küldeni meghívót. Na hát adjunk akkor a gépnek egy szintén mechanikus korhű billentyűzetet. Így kell a szívecskét, így nyomod a szívecskét. Úgy, egyszer. Ó, na, Snake, jó lesz a dekoráció? Jó lesz? Snake-kel beszélgettem, hogy ezt találtam ki, nem teljesen ezt akarta volna, neki más ötletei voltak, de ez kivitelezhető meg, nem tudom, nekem ez adja most a feelinget. Még akkor is, hogyha tudom, hogy leginkább PC-k lesznek kirakva. Úgy, még egyetlen egy tápkábel kell, és indul a 286-os, amin eldobjátok az agyatokat. Komolyan, mindjárt, gyeretek! Ja, várjál, hoztam, dugtam be kábelt. Hova a francba van? Atya úristen, hogy nézzünk már ki. Jó, van, itt már minden van, gyerekek. Kapcsoljuk be. Na, azaz. Reméljük, hogy minden oké lesz. Nézzük meg közelebbről a gépeket. Hú, még rengeteg gépet kell beüzemelni. Azért milyen jól nézünk ki, nem? Ha? Nyomjuk meg, skacok, ez így van. Köszönöm szépen, Dízel. Na most lennék kíváncsi, hogy pörög a villanyóra. Lajcsi sírna, ez mekkora. Azt tudni kell, hogy ezek a korabeli gépek nagyon keveset fogyasztanak, inkább a monitorok. És akkor itt el is mondom a választ, hogy miért csináltuk meg többek között, fontos kihangsúlyozni, többek között szakbarbár módjára ezt az LCD-t, hogy ugye ez egy CRT-be van beépítve. Ugye tényleg korlátozott a kiállításon az áramunk, Nemes Sanyi Szid is érte, ő a villanyszerelőnk, meg a mindenes, többek között ő is. És azért kellett megcsinálni, mert tehát itt nem a gépek fogyasztanak sokat, mert most érted, egy ilyen számítógép nem fogyaszt többet 40-50 wattnál. Viszont a monitor még egyszer megeszik annyit, sőt még többet is. És éppen ezért hát nem szép, de bizonyos számítógépeket a kiállításon már LCD-vel hajtunk. Na most egy 286-oson elég csúnyán mutat egy LCD monitor, még hogyha az be is kell áldozni. És ezért azt találtuk ki, hogy akkor csinálgattunk ilyen CRT monitorokat, hogy CRT-nek néz ki, megvan a feeling faktor, viszont mégis LCD és kevesebbet fogyaszt. Ne sírjál, tesó, ne sírjál. Csökkentett módot akartam a rohadt anyádat. Bocsánat. Fú, már most gyűlölöm ezt a gépet. Na jó. Azt mondja, hogy térjünk vissza a 286-osra. Ezt figyelj, fogom a tekerentyűt. Ajá. Nem ezt. Akkor melyiket kell? Jaj, már így kell le. Paf, zöld. Na milyen be akarod nézni? Zöld? Színes, tessék, színes. Milyen be akarod? Barnával, zöldbe, fehérbe. Hát mindent tud, hát színek vannak. Szia, Panni! Na, mindjárt elindítjuk ezt a gépet. Starting, DOS! És akkor mindjárt indítunk rajta valami kis demót. Back to the business. Ezen hadd fusson még a demó, mert az jól néz ki rajta. Na, szondja, dír! És ezt már korábbi live-ban már megmutattam nektek, most nem lesz hang, mert az csak idegesítene mindenkit, de elindítjuk a 88-as demót. CD88 demó. Demo, beírjuk, hogy demo, ez az, eldobod az agyarat, indul a mozi, kérem szépen, minden van, pörgessétek a szíveket, mert ilyet nem máshol nem látsz. Milyen színbe akarod nézni, he? Tessék, old school, ez már aztán old school. Na, videót kérünk, 286, 10 MHz, 10 MHz. Na, most futna, még lassabban is. Futna 81-es, 88-88-ason is. Zöldbe, kapcsoljuk zöldbe. Tessék, itt van, mindjárt indul a videó, addig megnézzük, hogy állnának a gépek, teszi ez is a dolgát. Léci, menjen a demo, szeretnénk nézni a demót, ahogy megy a játék. Ez egyelőre küzd a Windows 98-el, ezt még egyszer újra kell indítani. Na ezért is jó, hogy kirakom a gépeket, mert inkább, hogyha van valami hiba, akkor az most derüljön ki. Megy ott, kérem szépen.
És itt pedig a jó kis IBM PC XT. Na mi legyen, kössünk egy PC-t, vagy kössünk egy Commodore-t? Melyiket szeretnétek? Van még itt PC dögivel, meg van itt Commodore. Melyiket szeretnétek? Legyen az IBM PS per 2 a következő gép, vagy pedig röfencsük be az Amigát. Az Amigát viszont mindenképpen ide az asztalra fogom csinálni. Commodore, hát ugye nyert a Commodore, jó? Oké, PC-t is fogunk folytatni mindenki. Jó, a PS2 lesz a kukra, a Commodore után nem fogok kérdezni, az PS2 lesz. Na, Amiga. Na, nem értek hozzá, az a helyzet, hogy annyira nem vök képbe az Amigáknak a lélektanával, de megpróbáljuk beüzemelni, ez az enyém. Van nekem is. Oda nézd, megy itt a demo. Na, jó, akkor üzemeljük be akkor ezt a drágaságot, ezt ide az asztalra fogom beüzemelni. Lepakolom a gépet. Ajaj, leteszek titeket a telefonálványba. Pillanat. Talán nem fogja kitakarni, ma mindjárt meglátjuk. Azt mondja, hogy egyelőre még elég kupisik minden, de bízok benne, hogy mire a végére érünk. Addigra egy minden klappolni fog. Na. Hát ugye, kedves nézőim, sokszor akik nézitek a live-okat, ugye mindenfélével foglalkozunk, de szerintem ilyen gépeket még nem nagyon láttatok bemutatva. Úgyhogy részletesen most se fogom őket bemutatni, az majd egy következő adásokban, majd azért természetesen megismerkedünk ezekkel a gépekkel is. Na, egyszer. Ugye ezt az Amigát, ezt egy kis tévére fogom rákötni, SCART-on keresztül jöjjön az Amiga. És akkor most egy kicsikét betekintést engedek a gyűjteményem egy nagyon-nagyon picike szeletébe. Tudjátok, hogy mennyi idő volt ezt a sokszor gépet restaurálni, megcsinálni? 20 év? 20 évnyi munkámat láthatjátok itt. Hú. Na, bedugtuk a tévét, és akkor jöjjön az Amiga. Itt van maga a gép. Azt mondja, ezt ide tesszük majd így elé. Hogy? Amiga? Mindjárt megyek, azt csinálom. Elnézést, hogy itt időnként löködöm a telefontartót. Na, Amiga, ez SCART-tal lesz rákötve. Még mielőtt folytatjuk az Amigát. Hát ezt nézzétek meg, hát gyerekek, eldobjátok az agyatokat. Én mondtam, hogy eldobjátok az videó, gyerekek, 286-oson, szép zűdbe. 60 FPS-sel, oda néz, kérem szépen, hát hogy játsza, hát minden van itt. Milyen színbe akarod nézni? Barnába? Zöldbe? Fehérbe? Hát itt minden van, kérem szépen, és ezt is, ha eljössz a BRSK-ra, ki tudjátok próbálni, és amúgy ennek még digitális hangja is van. P1-essel még küzdünk, egyelőre így nézünk ki, itt meg megy a videólejátszás, és akkor folytassuk az Amigának a beüzemelésével. Most akkor az fog jönni. És hát, Amigához joystick, kötelező darab. Szépen bekötjük a joystickot. Azt hiszem ide kell. Igen, ide kell. Rádobjuk a SCART kábelt, ez ilyen SCART kábeles. Jó, Amiga mindig jó. Hogy? Bedugjuk a tévébe a SCART-ot. Még a P1-essel küzdök egy kicsit. Na, joystick, gép, aha, tő, adapter. Jó kis Commodore-os adapter. Ez is megy a gépnek a hátuljába. Hogy kell ezt bedugni? Így kell. És képzeljétek el, hogy az Amigát nem a gépet kapcsoljuk be, hanem az adaptert kapcsoljuk be. Ezt tetszett már, de sokat szívtam, mire rájöttem. Sőt, nem jöttem rá, megmondták. Felhívtam az ismerős, hogy aki volt az Amiga. Figyelj már, hogy kell ezt a baszkot bekapcsolni. Na, nagyon jó. Most egeret nem kötünk rá. Lehetne azt is. Ide tesszük azért mellé a Amigának az egerét. Most ezt nem kötöm be, mert minek? Hoppá, dobozos joystick, ide ráteszem a tetejére. Milyen menő már. Street Fighter, ez az enyém, hoppá, hát az nagyon menő. Street Fighter. Ide tesszük mellé. Nem ezt fogjuk játszani rajta. Na, kapcsoljuk akkor be az Amigát. Ezen mondjuk lesz hang.
mert egyből átküldi a hangot. Nem tudom, mennyire lesz idegesítő, majd maximum azt mondjátok, hogy kapcsoljon ki. Na. Ennek jónak kéne lenni, most miért nem ad ezt képet? Halló? Valami nem jó. Kiért az Amigához? Ennek mennie kéne. Be van dugva. Az a baj, hogy az Amigához nem értek, szóval itt nagyon nem fog kezdődni semmi se. Várjál, megcsináljuk. Hülye tévékhez nem értek. Jó, bekapcsolom a tévét. Mit kell ezen nyomni? Tévét AV-ra kapcsold. Jó. Aha, valami lesz. Köszi. Jó, AV. Na most lesz a jó, gyerekek. Most ezt ide bedugjuk. Aha, ott is vagyunk. Köszi. Már indul is. A Gotek dolgozik. Mindjárt indul. Na, tesó, szedd össze magad. Itt is van. Várjál, ezt újraindítom, mert úgy a menő. Most már jó lesz. Most már jó lesz, gyerekek. Hogy? Mindjárt elindul. Most meg megy a videó lejátszás. 286, 10 MHz. Minden van, gyere. Oda néz, 10 MHz-en. Azaz, amíg a DOSZ, itt vagyunk. Hú, ez aztán vibrál, mint az állat. Jó lesz. Ez a tévé ilyen nagy, nem nagy ez, mit tudom én, mekkora ez. Nagyjából 19 szolos. Azaz, jó lesz. Ennyi. Képet. Hát mondjátok, hogy nem menő. Adja a feelinget, mi? Na, beindult a Commodore is. Ez egy Amiga A500-as. Megy rajta a játék, szépen ide raktam a kis dobozos joystickot, mert így mennyivel menő, hogy látszik, azaz. Na, hát még azért van itt mit beüzemelni, Na nézzük meg, hogy mennyire fogja kitakarni. Itt fog, nem takarja ezt ki. Ó, hát ez itt nagyon jó lesz. Akkor most megbeszéltük, hogy a következő beüzemelendő gép az a IBM PS/2 lesz. Ezt pedig oda fogjuk tenni a sarokba. És van még itt Tallinnban is, gyerekek. Hát még azt is be kell, azt mindenképpen be fogom üzemelni. Lehet, hogy még oda be fogok egy gépet nyomorítani. Na nézzük meg akkor a következő gépet. Iratkozzatok fel, ha bírjátok a retrót, ilyet máshol úgyse láttok. Na. Nagyon király, köszönöm szépen, kedves Snake. Remélem mindenkinek tetszik, hogy itt küzdök, meg ver a víz, folytassuk a műsort. Lehet el kell mennem inni, mert iszletesen izzadok, és már szomjas vagyok. Általában ki szoktam bírni egy műsort simán, de is, hogy cipekedek. Hát, de rohadt nehéz ez is, rohadt IBM gépek, ezekben még anyag volt. Na, kedves barátaim, kedves nézők, miután megint egy IBM gépet rakunk össze, ezért természetesen az IBM géphez IBM billentyűzet dukál, mechanikus, jó kis IBM, és ez is természetesen Made in United Kingdom. Jó, nem természetesen, mert az meg USA volt a IBM PC. Na jó, van mindegy, angolul beszélek mindenütt. Ahol angolul beszélek, az meg rossz nem lehet. Ez itt idegesít ennek a hangja. Le kell kapcsolni. Csümbe vagy? Kész. Most nem játszunk, most dolgozunk. Állim van találkozom, mert ez rohadtul útban van. Na, szóval akkor IBM PS/2-t kapcsolunk. Megy be a billentyűzet. El sincsen egerem. Egeret elfelejtettem hozni. De annyira nem is kell, hiszen most nem a játékról fog szólni ez a buli. És ha IBM gép, IBM billentyűzet, na milyen monitor jön IBM géphez,
kompak! Nem csak viccelek, természetesen IBM monitor. Ez az. Ne dobjam. Fú, de rohadt nehéz. Ezek a rohadt régi gépek, ezek még anyagból voltak. Na, monitor. Jaj, de jó lesz nekem a BRSK. Kell nekem a BRSK. Vagy cipelhetem oda az összes gépet. Na, azt mondja, még tápot kell adni. Kettő tápkábel. Lassan tényleg elfogy a tápkábel, úgyhogy most már spórolni kell. Van itt. Kettő tápkábel, egy a monitornak, egy a gépnek. Gyorsan beüzemeljük. Ez a gép is kb. Egy évet már pihent. Úgyhogy megnézzük, hogy egy év után tetsz halott állapotából, hogy fogja felébredni. Természetesen a BRSK előtt azért mindig átnézem a gépeket. És mindig van azért gép, amiben van turpisság és kicsit megmagacsolja magát. Hiába teszem el működőképesen. Ezért is jó ez a rész most, hogy ha már kellemes a hasznossal és megcsináljuk a promo videóhoz a körítést, akkor legalább kiderülnek, hogy melyik gépek kell még foglalkozni. Na, kapcsoljuk be! Úgy, most szépen közelebb jöttek. Több a gép, mint amennyi helyen van. Mert még ott van még a korai Macintosh, ott van még az All-in van, és már helyem alig van. Még igaziból ide tudnék tenni még két gépet, mert ma lehet leteszek oda a földre még valamit. Na, nézzük akkor a kis IBM PS per 2-t. IBM Personal Computer System Color Display. Ilyeneket életemben nem láttam. Gyere el a BRSK-ra, ahol 300 ilyen számítógép fog téged várni. Ez most ugye a promóciós céllal egy videóhoz fog kelleni, és azért üzemelem be ezeket a gépeket, hogy szép legyen a körítés. Van itt IBM PC, kompakt PC. Ennek zenénie kellene. Aha, már indul is. Mindjárt elindul, ezen is indítunk játékot, valami kis korhűt a háttérbe, hogy füsson, oda néz, 60 fps-sel, 10 MHz-en, gyönyörű szépen megy a demo lejátszás. Szépen, el is indult nekünk mechanikus billentyűzet. Tessék, gamer. És akkor indítsunk el egy Dyna Blastert, mert az jól néz ki rajta, ha? Dyna Blaster. Ez idáig jó, de ezért itt menni kéne tovább. Demoznia kellene, futnia kéne a játéknak. Na, már meglátjuk, hogy megy-e. Alakulunk. Köszönöm az ajándékokat. Ez mind a BRSK-nak a támogatására megy. Köszönjük, hogy támogatjátok a Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítását. Még mindig nagy a kupleráj, de be van üzemelve a PS per 2 is. Ne felejtsétek, srácok, ez nektek készül. Ez nektek csináljuk. Az egész életemet is, meg az egész évemet is a BRSK-nak szánom, hogy elgyertek és jól érezzétek magatokat. Tényleg, nektek szól, nektek csináljuk. Lóg a nyelvem is. Na, köszönjük szépen az ajándékokat, köszönjük szépen. Oda néz, Dyna Blaster. És akkor, hát jöjjön az egyik személyes kedvenc számítógépem, amit oda a sarokba be fogok rakni. És még laptopokat ki se raktam, hát egy kicsit alul kalkuláltam itt a helyet. Ú, de Dika, milyen jó ajándékot küldtél. Köszönjük szépen. Küldjétek, gyerekek, tudjátok, nem az ajándékért csináljuk, de a BRSK-ra jól jön minden támogatás. Kicsit még próbálok ide helyet szorítani, és beüzemelem az egyik kedvenc gépemet. Ez engem itt idegesít, hogy ilyen hangja van. Nem tudom ezt lenémítani? De. Jó van, ez egy kutatónak jó lesz. Most nem játszunk. Ennek elleg lenne demója, és akkor magától játszana, nem tudom, hogy miért nem csinálja, jó, tök mindegy. Szóval az egyik kedvenc gépemet fogjátok most látni, ami nem más, mint egy kompak Presario multimédiás PC, ami legalább 25, azt meg, azt,
Azt a kurva élet! Kompakt Presario! Legalább 25 kilóval. És egy bajom van, hogy nincsen több PS2-es billentyűzetem. Viszont azt a gépet nem szeretném, hogy beüzemelni. Nem hoztam hozzá a billentyűzetet. Ehhez kellene még egy billentyűzet, addig hozok egy tápot. Még van, van tápunk. Kell egy hosszabbító, mert most már lassan az is elfogy. Elfogyott a tápkábel is. Basszus, kicsit alulszámoltam itt a dolgokat. Na, jó lesz a dekoráció, gyerekek? Adja majd. Na. Annyit léci, várjatok, hogy elmegyek a PS2-es billentyűzetért. Addig nézzétek itt a gépeket, gyönyörködjetek, meg küldjetek az ajándékot, meg iratkozzatok fel. Az a géphez mindenképpen, de nem is látszik az a baj, nem fog látszódni. Várjál csak, lesz itt. Hát de ennyi. Na, hát mennyivel jobb. Köszönjük az ajándékot, ne felejtsétek, nektek csináljuk. Most azt a gépet fogjuk ott beüzemelni. Hozok hozzá egy billentyűzetet. Pillanat, elmenj. Elmenj. Hoztam billentyűzetet, hoztam, itt is vagyok. Szép szoba, hát igen, most már úgy alakul, csinálgatjuk. Mindjárt megnézzük közelebbről is, hogy mi hogy áll. Hoztam egy gyönyörű, nézzétek, hófehér PS2-es billentyűzetet. Hát igaziból nem kompakt, de van hozzá eredeti kompakt billentyűzet, kompakt egér. Ha eljössz a BRSK-ra, ott majd természetesen a gyári szettjét meg tudod nézni. Most ide, most jó van, ez lesz. Úgy. Ahogy ahogy alakul a szoba, gyerekek. Ezen eldobjátok az agyatokat, komolyan. Amúgy mindenen eldobjátok az agyatokat, itt a legkomolyabb cuccokat mutatom nektek. Jó, és akkor következő problémánk, hogy elfogyott a tápkábel. Szus, még egy van itt, meg van még itt plusz még egy. Kettő tápkábel. Jó, nem baj. Majd azt is hozunk. Hát rengeteg gépet kell itt még beüzemelni, gyerekek. Hát ez rohadt. Egy tetves már egy perces műsorért ennyit szívni. Tiszta hülye vagyok. Ezt a gépet nézzétek! Tegnap a Windows Diesel barátom egy ilyen gépet élesztett fel, és nagyon-nagyon tetszett. És ő adta az inspirációt, hogy mi lenne, hogyha én is beüzemelnék egy ilyen gépet ezen a kis szobába. De itt van még egy kis csavar a történetben. Itt még van egy kis csavar a történetben, gyerekek. Nagyon jó, reméljük ez is működik egy év pihi után. Rengeteg számítógépet kell még beüzemelni. Már indul is a gép. Amellett, amit most dugsz be, azon mi fut valami demo. Így van, ez egy 286-os számítógép, amire lett írva egy demo. 10 MHz-es számítógépen 60 fps-sel videó lejátszás, és amúgy hanggal is lehet, tehát hogy most kötnék rá egy hangszórót, akkor gyönyörű szép hanggal lehetne nézni a videót. Van benne egy csomó, hogy folyamatosan loopolva megy a videó lejátszás. Mellette a jó kis Wolf 3D, ott a P1-en a monitort ki kell cserélni, mert nem szereti a Windows 98-nak a képfrissítését, de majd azt megcsináljuk, ott egy IBM PC XT fut, illetve ott egy IBM PS per 2, itt ezen mellettem meg egy Commodore Amiga 500-as fut. Na, indítsunk valami keményet, gyerekek. Kemény, mint a Rolling Stone. Ha? Feeling? Diesel, ilyened van neked is. Érzed már a BRSK feelinget? Hát gyerekek, ez egy nagyon pici szelete a BRSK-nak, de most már talán el tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor itt fut 2, 3, 4, 5, 6, 7 számítógép, a BRSK-n 300. 300 számítógép vár titeket! Június 29.30.
építsük tovább, mert van még itt gép. Zenét kikapcsoljam? A párod mit szól a gyűjteményedhez? Szereti. Helyén kezelve. Elfogad. Maximálisan elfogad. Maximálisan. Na, akkor mi legyen a következő? Hú, még mennyi mindent kéne építeni. Várjatok, hadd gondolkodjak. Melyiket szeret... Várj, bassza meg, mit építsek? Mit építsek? Mit kéne még? Teszünk a földre laptopokat. Most jön a földre laptop. Zene off. Oké. De azért a feelingje megvolt, nem? Na, laptop, gyerekek! Legyen ide, valami extra! Laptop! Olyan menedzseres! Megyek a munkahelyre! Megdolgozni! Hiszem a laptopomat! Csapjuk fel a laptopot! Amstrad, PPC 640, dupla floppy meghajtó, beépített fogantyú! Lehet vele lőni? Na jó, nem hülyeskedek! Azt mondja, hogy ide lerakjuk a földre, ezt most itt a földön rakjuk össze. Rengeteg gép van még. Kicsikét túllőttem a célon, nem kellett volna ennyi. De legalább jól fog mutatni. Na! Ezt figyelj, agyad eldobod. Ott látjátok? Na most figyelj, ilyet még nem láttál. Figyelj! Snake már tudja. Laptop. Üzemeljük be. Természetesen ez is működik. Gamer. Hajtok. Point, úgy mutatom. Ha már laptop, ugye? Akkor legyen hordozható. Ezt figyelj! Belevágsz 10 darab góliát elemet. 10 darab góliát elemet, és mehet elemről. He? 10 darab góliátot belevágod. Ez az, amit 5000 forintból megveszed bele a 10 darab góliátot. Nem tudom most mennyi egy góliát elem, jó drága. Aztán már is elketyeg neked 2 órát. Hát hülyének is megéri, nem? Na! Röffentsük akkor itt bemutatványt. Csak hol fogok elfeküdni? Ugye az lenne a cél, hogy elfekszek és minden látszódik. Ott egy kis laptop. Adunk neki áramot, itt a töltője. Konnektor. Beüzemeljük itt a gamer laptopot 1984-ből. Ez is 40 éves, gyerekek. Pöcröc, 40 év után, pöcröc. Ilyet máshol nem látsz. Cica, mennyi legyél? Biztos van lerakva. Most nekem ide ne gyere, mert ilyet kapok. Most laptop szerelés van. Azaz. Nézzétek, hogyan kell bekapcsolni? Nagyon menő a cucc. Mennyi legyél? Most miért nem eszel? A Joy dobozod. Oké, azt úgyis csak így dekorációnak raktam ki. Úgy. Na, kapcsoljuk is be. Azt mondja. Úgy. Ott vagyunk, kérem. Háttérvilágítás a kijelzőnek még nincs. Nem tudta. Mindjárt indul. Please wait. Azaz, jó lesz. Butoljál már, tesi. Van benne lemez. Ájjaj, lehet, hogy meghalt a lemez, és nem tud róla bebútolni. Kell csinálnom a másik lemez, az a jobbik eset rosszabbik, hogyha meghalt a floppy meghajtó benne állásába. Léci, bútolj be! Ez az, bebútol! Jó lesz! Nagyon jó, itt is vagyunk, kérem szépen! Oda nézz! Mondtam, hogy gamer, ugye? Játékot indítsunk!
hogy ne indítanánk? B meghajtó, kettős pont. Működj, B meghajtó. Léci. Aha, jó lesz, jó lesz. Oda néz. Ott vannak a játékok. Csak egy van rajta. Na jó, indítsunk el rajta egy játékot. Elszedik ki, ez abban az időben sokba került, nem? At, mihez képest? Olcsóbb volt, mint a gázplazma. Ahhoz képest azért olcsóbb volt, de az a baj, hogy nem is az árával volt a gond, hanem a nagyon korlátozott volt a képessége. Tehát itt még háttérvilágítás sincsen. Indítunk játékot. Erre még kell tennem játékot. Van rajta. Már indul is? Oda néz, kérem szépen! Ezt fellámpával kell nézni, hát körülbelül. Oda néz, kérem szépen, hát olyan szimulátor van itt, akkora fizikai ízével, akkora fizikával, agyad eldobod. Mennyi a villanyszámlám? Most ez csak egy reklám, promó videóért rakom össze ezeket a gépeket, ugye már többször mondtuk, hogy nem fogyasztanak amúgy ezek sokat, tehát ilyen. Most ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gép mondjuk 400 watt maximum. Na, tessék, Ford Simulator, gamer gyerekek, lehet küldeni az ajándékot, egyre jobb lesz, ne felejtsétek el, aki küldött már nekünk, nem küldjön, aki nem küldött, küldjön, hiszen a BRSK-ra gyűjtünk, te is hozzájárulhatsz Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállításához, hogyha szeretnéd, támogathatsz minket, nem az ajándékért csináljuk, de a kiállításhoz minden támogatás jól jön, ne felejtsd, Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítását csináljuk, ahhoz készítem most a környezetet, hogy be tudjam promózni, és ennyi. Folytassuk az építést. Ezeknek értéke nincs. Hát kinek? Kinek mi? Nekem mondjuk meg nincsen értéke egy 300 éves bornak. Igaz, hogy az eBay-en elmegy 3 millióért, de számomra annak nincs értéke. Hát ezek is ilyen cuccok. Na, gyerekek, építsünk most akkor valami következő számítógépet. Van még. Hogy ezt most félreteszem, ezt arra teszem. Beröppentünk még egy cipelhető gépet, most egy gázplazmásat, van itt egy plazma. Üzemeljük a plazmát, az megy ide az asztalra. Jó, plazmás gépünk jön. Amiből túl sokat nem fogtok látni, mert vibrálni fog a képe sajnos. De azért menő. Valahogy. Ezt ide lerakjuk. Megy a sakkozás, kicsi ez a nappali gyerekek. Úgy, jó lesz ez. Akkor most a plazmát fogjuk beüzemelni. Még egy tápkábelünk van, és akkor utána el kell mennem tápkábelért. Egy jó kis 3-8 wattos. 1985-ös gyártmányú számítógép fog most indulni. Plazma kijelzővel. Oda néz. Lassan lehet klímát kapcsolni, meleged lesz, már ver a víz így is. Remélem elindul a flopiról, be kell tölteni a referencialemezt. Valójában nem vibrál amúgy a kép, csak ti látjátok így. Jó lesz, de mégse lesz jó. Mindjárt cserélek benne egy lemezt, el akarom indítani, legyen rajta játék. És építjük a következő gépet. Légy szíves, olvasd be a lemezt. Kicsit szivatóval indul. Jó, azt úr indítjuk. Következő gép. Apple Classic, jöhet egy Apple Classic, van ott a háttérben. Paksom már olvadnak a generátor tekercsek. Szóltam, nem kell aggódni gyerekek, odaszóltam Paksra, dobjanak már egy-két lapáttal a cuccból. Nem lesz gond. Úgy, most hozunk egy epülgépet. Hova a francba rakom? Még rengeteg gép van, amit ki kéne rakni, az a baj. Kicsikét túl méreteztem gépekkel. Hát ezt ide beteszem a kettő közé. Következő gép, amit be fogunk üzemelni, egy gyönyörű szép Apple
Csak is a izé, prémium, gyerekek. Ezt ide tesszük középre. Pont el fog férni. Kicsit kitakarja majd itt a gép. Nem baj. És most van az, hogy hozunk egy billentyűzetet, meg egeret. Hát ennek a billentyűzetét meg az egerét már a földre fogom rakni. A jóféle Apple egér, Macintos egér. Ezt nézzétek, biztos nem sokan láttatok még ilyet. Ilyen sok gomb van rajta, mind az egy gomb rajta van. Úgy. Rákötjük a Macintos Classic számítógépünkre. És még egy tápot kell neki hoznunk. Aha, ezt ide kerülni. Ide. Jó. Most elmegyek tápkábelért. Kevés a tápkábel. El ne menjetek, várjatok egy kicsit, egy kis türelmet kérek, hozok tápkábelt. Addig nézzétek a gépeket, iratkozzatok fel, ameddig, ha még nem tettétek volna meg. Rengeteg gépet kell még kirakni, egy türelmet kérek, hozok tápkábelt. Ha meg küldjétek az ajándékot, aki még nem küldött. Szomjas vagyok, el kéne mennem inni is. Hoztam tápkábelt, és a kettőt találtam. Na, itt is vagyok. Itt is vagyok. Megüzemeljük akkor a Macintos Classic-et. Ebbe cseréljek egy floppy lemezt. Természetesen 5-25-ös megy bele. Újraindítjuk. Tápkábel. De jó lesz a BRSK-m, így gyerekek, és ez csak egy 1% az egésznek. Na jó, mondjuk 3. Körülbelül. Na. Jó, be kell kapcsolni a gépet. Ahogy is van, reméljük, hogy nem viccel meg, és el fog indulni. Na nézzük, valami lesz. Valami lesz. Köszi Dízzel, nagyon kedves vagy. Ez az, ez is éledezik, ez is éledezik. Ha? Mindjárt betölt. Ott vagyunk, már indul a cucc. És az a poén, hogy ezt egy szaros egyperces videóért csinálom. Tessék, minden van itt kérem szépen, minden van. Hát Macintosunk is van, alma, alma. Minden van, van itt Commodore, van itt Amiga, van itt PC kompatibilis cucc, PC-k. Azt mondja, most lemezt cserélünk. Várjátok, le kell, hogy tegyelek titeket a telefontartóba. Mert most lemezt kell cserélni. Azt mondja, hogy most ez jön.
Kicsit küzdős, de mindjárt ezen is indítok a gyakorlat, hogy az agyad eldobod. Kicsit kevés a hely. Fú, de kipurcantam. Nagyon jó. Indul a következő gép is. Mutasd, hogy pörög a villanyóra. Nem mutatom, az messze van. Nem pörög amúgy se. Ez is indul, ez is indul. Na, kedves Dízel, emlékszel a tegnapi kompak gépedre? Ez ugyanaz, csak pepitába, illetve borostánsárgába. Fogod, nyomsz egy entert. Dátum, az, hogy 1985 vagy 1994, ugyanaz a metódus. Floppy azt mondja, hogy nyomok itt egy F4-et, mert change-elem a fixed disk drive-ot. Ebbe a 35-ös számú merevlemez lesz. Kettes nincs. És nyomok egy escape-et. Exit and save change. Jó, kiveszem a lemezt, viszont itt mindenképpen még el kell indítani a lemezt, és mindjárt indul a plazma is. Melyik gép morzézik? Hát szerintem az összes. Ez a gázplazma kijelzős dolog hány herccel megy, majdnem egyezik a telefon kamerája frissítésével. Nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom, hogy hány herccel megy. Nem sikerült még olyan kamerát beállítani, illetve nagyon-nagyon nehezen, hogyha beálltam a Pro módot a kamerámba, akkor be tudom úgy állítani, hogy ne vibráljon annyira, hiszen már csináltam róla videót. De nézzétek meg, hogy kicsit távolabb, már most mindenképpen vibrál. Na, jó van, indítsunk el ezen is egy játékot, hiszen Gamer 1985-ből, Gamer. Azt mondja, legyen a Stance! Már indul is? Gamerkedünk! Oda nézd! Egyet is vagyunk! Most beállt a képfrissítés. Ágyad, eldobod, mondtam! Most pont jó a frissítés is. Nem kell leakadni a villanyóráról, poén, nincs ezzel baj, én is poénkodok vele. Srácok, szóltam Paksról, dobjanak rá két lapáttal, azt kész, nincs ezzel semmi gond, lehet hülyeskedni, nincs ezzel baj. Inkább ilyennel poénkodjanak, mint belemenjünk személyeskedésbe, vagy bántásba, másik bántásába. Lényeg az, gyerekek, hogy itt vagytok, nézitek, ahogy szenvedek, döljetek hátra, élvezétek a műsort, küzdök a gépekkel, ez egy másfél perces, vagy egy egyperces videóért fogom ezt az egészet csinálni, aki esetleg nem tudja, azért kezdtem el csinálni, mert, és akkor ezt most már face to face, hogy már sokan jöttek újak is, gyerekek, akkor elmondom. Nézd, most viccen kívül majd azt találtam ki, hogy majd így, amikor lesz az a promóciós videó, majd így be fogok feküdni, és akkor így fogom mondani, hogy srácok, örömmel jelenthetem! Június 29-30-án Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítására. Ezennel mindenkit szeretettel meghívok és szeretettel várok fülére. Azaz, gyertek el! 29-30-adik, valami ilyesmit fogok majd mondani. Még nem tudom, de ez lesz itt a környezet. Tehát ezt az egészet azért csinálom, hogy lesz majd egy ilyen promó videó. Ezt a minden igaz vasárnap vagy hétfőn fogjuk kitenni, és igaziból a körítés miatt, hogy lássák az emberek, hogy ilyen számítógépekkel várunk mindenkit. Nem csak ilyenekkel, lesznek magyar fejlesztési gépek, lesznek flipperek, lesznek arcade gépek, lesz szimulátor, beülsz, azt tudod, hogy tölt meg minden, az tök állat. Persze ez is retro stílusban, mert a Richard Burns Rally lesz majd leszimulálva. Lesz egy rapper gyerek, jön hozzánk zenész, és ott fog majd élőbe freestylozni nektek, hogy lehet neki mondani, hogy Doom, meg Windows, azt majd arra nyomja majd a rémeket. Lesznek, minden lesz, igen van, minden lesz, all in, gyerekek, gyertek el 29-30 Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállítására, ingyenes a buli. Várunk ki a támogatókat, ha szeretnéd támogatni a kiállítást, vagy itt a TikTokon ajándék formájában meg tudod tenni, vagy ha komolyabb összeggel szeretnéd beszállni a buliba, írjál rám privát üzenetet, megbeszéljük, természetesen számlaképesek vagyunk, számlát adok ki, illetve a magán támogatóknak, magánszemélyeknek VIP csomagot biztosítunk. Hogyha cégként vagy vállalkozóasként szeretnéd támogatni a rendezvényünket, megteheted, azon kívül is számlát adunk róla, reklámfelületet biztosítunk a helyszínen, molinó, plakát, lesznek csinos hostess lányaink, és ők osztogatják a bármit, amit kell, szóról a plakát, akármi. Azért is érdemes eljönni, ugye már nem igazán reklámoztam a Fox Postot, és akkor egy picike reklámot engedjétek meg, hogy ráadásul a Fox Post olyan jó arc, hogy küldenek 500 forintos kuponokat, minden látogató kap a helyszínen kuponokat, Fox Posttól 500 forintos kuponokat, úgyhogy tényleg a szponzorok is ott segítenek, ahol tudnak, és úgy próbálnak szponzorálni, hogy a kedves látogatóknak is jó legyen. Gyerekek, az ország legnagyobb buli a számítógépes kiállítás formájában, és egy kibaszott, és tudom, hogy nem szabad csúnyán beszélni, de akkor is kimondom, egy kibaszott görbetükröt mutatunk a társadalomnak, hogy egy ingyenes rendezvényt ekkora formában meg tudunk csinálni.
nektek, rólatok szól az egész, gyertek el, várunk mindenkit szeretettel. Ingyenes a buli, másul egy ilyen buli 10-15 ezer forint, nálunk ingyenes ez a rendezvény. A lényeg az, hogy nézzétek a TikTok csatornánkat, legyetek minél többen, ezért csináljuk, hogy itt vagytok és nézzétek. És magát a rendezvényt is azért csináljuk, 60 fős csapat van mögöttem. Én azt szoktam mondani, csak egy homokszem vagyok a gépezetben, én csak az arcomat adom hozzá, meg nyomom nektek itt a hülyeséget. De valójában ez mögött nagyon-nagyon komoly csapat van. Én szeretném itt is és helyben megköszönni, akik itt vannak a TikTokon, és valamilyen szinten kötődnek a kiállításhoz. Snake elsősorban, aki itt van és most moderált titeket, ha ő nem lenne, akkor nem lenne BRSK, rengeteget dolgozik. Úgy képzeljétek el, srácok, hogy hajnali 2-kor, ha megébredünk, akár én, akár Snake, megy egymásnak a hangüzenet. És azon vagyunk, basszátok meg, még éjszaka is, hogy ez a kurva kiállítás olyan legyen, amilyen legyen. Ő is ingyen dolgozik, az életét teszi bele. Szeretném megköszönni Nemes Sanyinak, aki szintén mindent megtesz azért a kiállításért, hogy jó legyen. Szeretném megköszönni, ki van még itt? Nem tudom még. Biztos vagytok, többen a támogatók, Geri, neked is sokat köszönök, Vadalma, Dave, nem tudom kik vannak itt, tehát nagyon-nagyon sokan dolgoznak ezen a bulin a háttérben, tehát én csak a pofámat adom az egészhez most már. Nagyon sokan vannak, mindenki ingyen dolgozik azért, hogy ez egy ekkora rendezvény legyen. És tényleg most már azt is mondhatom, hogy nem Magyarország, Közép-Európa legnagyobb számítógép kiállítása, és rengeteg minden lesz. Na építsük tovább, ez volt a pihenés, csak iszok egy kortyot. Remélem, itt vagytok még a live-ba, és nézzétek a műsort. Osszátok meg, szíveskézzétek, mert tényleg egy hatalmas nagy buli lesz, és minél többen tudjanak róla. Pillanat, iszok egy kortyot. Van még laptop. Üzemekbe laptopot. Stansz, jó megy a háttérbe? Hadlám, mit láttok? Na, jó lesz ez, gyerekek. Megyünk fotózni, helyes, lehet majd fotózni is. Jó, hagyjatok már macska miért, most hadd sírjon, na. Na, jó lesz. Folytassuk akkor az építést. Azt mondja, hogy hova francba rakja a gépet. Hoztam laptopot, megint még egyet. Ezt már láttátok korábbi live-ba, és azért is ezt a gépet hoztam. Úgy képzeljétek el, hogy live előtt egy órával kezdtem összeszedni a cuccokat, hogy mi az, amit ide ki akarok rakni. Hát értelemszerűen most nem titeket akarlak lenyűgözni, kedves nézők, egy kicsit természetesen igen, és ne értsétek félre, de ez most elsősorban a videóról szól, ami majd el fog erről az egészről készülni. És hát megmondom őszintén, olyan cuccokat hoztam, mondom, lehet, hogy már láttátok, sőt, biztos sokan láttátok. De jól néz ki, meg nem kellett annyira mélyre pakolnom érte, vagy mélyre ásnom, hogy elő tudjam szedni. Úgyhogy ezt a kis gyönyörűséget már láttátok. Indítunk valami játékot a Macintoson. Azt mondja, van itt... Lemmings, van itt Prince of Persia. Nagyon jó, az lesz, Prince of Persia lesz. Ó, gyerekek! Oké, indul. És akkor még egy laptopot hozok most nektek, ezt már sokan láttátok a korábbi live-okban. Az a baj, ezeket ki fogom takarni, hogy itt majd elfekszek a földön. Legalább ennek van. És amúgy nézzétek meg, hogy milyen kurva jó képe van annak a kis Macintos klassziknak. Szól. Hol lehet már megnézni a reklámvideót? Hidd el, látni fogod. Itt a TikTokon fogom megcsinálni, és látni fogod. Az biztos vagyok benne, hogy látni fogjátok. Az most 2 hétig elárasztjuk a TikTokot ezzel a reklámvideóval. Az lesz, hogy ide befekszek, azt majd nyomok valami hangzatos szöveget, amit így az előbb próbálgattam, majd kitalálom, hogy jó hangzon, meg ne legyen hülyeség, meg rövid legyen, célra vezető legyen, majd kitalálom. Megvágjuk. Na, Snake, jó lesz? Tőled kérdezem, te fogod megvágni a videót. Nagyjából ez lesz a látószög. Kedves Horváth Róbert, köszönöm szépen a felajánlást, itt privát üzenetben írjál rám, és majd jelentkezni fogok hamarosan. Na, következő gép, amit most beüzemelünk, ez a kis Olivetti laptop, gamer. Jó, nagyjából minden látszik, majd a dobozokat meg ezeket a szarokat elpakolom. Még üzemelünk be, gyerekek, Herkuleses 286-ost.
azt még beüzemelem. Van itt még EGA monitoros XT is, melyik legyen? 286-os Herkulessal vagy EGA monitoros XT? Írjátok meg, és akkor azt még valahova berakom. Lövésem sincs, hogy hova. Hova a francba? Ír a földre, letesszük, az kész. És akkor megint el kell mennem tápkábelért. Ja nem? Nem kell elmenni tápkábelért, egy még pont lesz. Szakad rólam a víz. Nem tudok normális ilyen hülyeségeket találok ki, bassza meg. Nagyon jó, ezt is bekapcsoljuk. Na röpfencsük itt a gamer laptopot. Úgy. Herkules szeretnétek? Herkules győzött. Jó, Herkuleseset kapcsolunk. De most mindjárt beüzemeljük ezt a jóféle gamer laptopot. C248. helyezett. Nagyon jó, alakulunk, a liga is egyre jobb lesz. BRS Scouter, remélem pihentek egyet. Nem. Mert július 12-én nekem lesz egy céges kiállításom, majd a július 31-től augusztus 5-ig Erdélybe megyek szintén BRSK-t építeni. De nem mondom, kurvára nem férne a pihenés. De hát ilyen hülye vagyok, hogy mindent megcsinálok nektek, értsétek jól, értetek vagyunk, nem győzöm hangsúlyozni, nektek csináljuk. És amíg azt a sok szeretet, amit adtok, addig ezt csináljuk. Tehát viccen kívül, gyerekek. Na. Mindjárt beszámolja az 512 kilobyte memóriát. Azaz. Gamerkedjünk egyet, ezen is indítunk játékot. Ott a másik laptop, itt már ez is már nagyon gamer. Mindjárt indítunk egy játékot, nyomunk egy space-t, nyom meg a space bart. Oda néz, oké, jók vagyunk. Ahogy, Ford Simulator. Ford Buyer's Guy, na ez a durva, gyerekek. Jó, egyest megnyomjuk, Ford Simulator, mert szimulátorkodni akarunk. Na, választunk egy jó autót, nem itt még pálya van. Drag, lehet drag, lesz slalomozni, Grand Prix, ú, minden van itt, gyerekek, nyomunk egy draget. Mondtam én, hogy gamer, 1985-ből. Mindjárt betölti a pályát, addig megnézzük, hogy ezen mi van. Ó, itt is már ingyen töltődik a játék, hát minden gamer. Erdélyben hol, az Egyfest Fesztivál keretein belül, nem Sepsiszentgyörgyön, hanem Sepsiszentgyörgytől 20 kilométerre a Gyergyószentmiklóson. Na, indítsunk valami kis játékot, hiszen gamerek vagyunk. Tavaly is voltunk Erdélybe, idén is megyünk az Egyfestre. Meg nem tudom, milyen formában vagy hogyan, de megyünk. Na, itt is vagyunk, mindjárt indítunk valami játékot, aztán jöhet a következő gép, még építjük a többit. De hát gamer, minden gamer, gyerekek, hát nem? Mindjárt jók is vagyunk. Használunk színes monitort? Nem. Ez egy mono. Ó, oda néz! Gamer! Hát itt oda nézzetek, milyen menőség van. Há? Ott is vagyunk. Mindjárt indul a demo. Erre még egy kicsit visszatérünk. Milyen autót válasszunk? Azt mondja, hogy válasszunk egy eszkortot. Mindig mondom a feleségemnek, szeretnék egy 20 éves eszkortot, de valahogy nem úgy érti, ahogy én. Ott egy jó eszkort, egy 20 éves eszkortot, mindenki szeretne, nem? Ó, de nézd, hát már indul is az eszkort. Nem, Olaszországban nem volt BRSK. Tessék, gamer, mondtam, hogy gamer. Ez is gamer. Oda nézd, milyen tűéles LCD van benne. Voltam Olaszországban persze, de nem BRSK keretein belül, nyaralni voltam. Gyönyörű ez az Olivetti gép. Gamer! Itt a gázplazma! Stance! Jó, oké, meg fogom nézni a privát üzenetet, nagyon szépen köszönöm. Prince of Persia. Amiga 500. Ez nem értek, úgyhogy nem tudok vele játszani. Nem indul el az autó, tök mindegy. Amstrad PPC 640. IBM PS per 2. IBM billentyűzet, IBM monitor, egyik égköve a gyűjteményemnek, IBM PC XT,
Arkanoiddal. IBM Personal Computer 750, amivel egyelőre pont ezzel szívtam be. A legmodernebb géppel szívom be. Nem szereti a monitornak a frissítését a... Nem tudok kizé csökkentett módot elindítani. Rohadjál már meg! Jó, mindegy, majd valami kicserélem, vagy nem tudom, valami lesz. Compact Desk Pro 486-os, compact monitorral, compact billentyűzettel, a stílszerűek legyünk. 286-os 10 MHz videólejátszással. Nyícica. Ő pamacs. Compact Presario multimédiás kialakításban. Ezen indítunk valami mást. Ő meg a Lortus volt, igen. Nézzünk ki eddig, és megyünk tovább, építjük tovább. Köszönöm a lájkokat, köszönöm a megosztásokat, még van mit építeni, úgyhogy még csináljuk a bulit, gyerekek. Ha bírjátok, iratkozzatok fel, hogyha nem akartok lemaradni a BRSK-ról. Holnap meg a live, holnap délben meg a live, gyerekek, megyek. Dunaszerda helyre. És Viktornál fogunk a legkomolyabb cuccokat megnézni. Ők már egy kicsikét modernebb cuccokkal foglalkozik, úgyhogy ha szereted a 2004-es, 5-ös csúcs videókártyáit, csúcs alaplapjait, akkor nézd a live-ot, dél magasságába indítjuk. Jancsika! Ahhoz képest, hogy hány éves vagy, nem mondom ki. De milyen jól tisztában vagy vele, hogy hol a láncfűrész. Megint maximális tisztelet neked. És akkor építsük tovább, gyerekek, a bulit, mert még van gép, van gép. Elmegkiszok egy kortyot, egy pillanatot kérek. Ide jövök csak hátra. És akkor oda a földre még leteszünk egy gépet. Adok a cicáknak, váljatok már, megölnek. Innunk kell cicák, kaptak, legalább béké hagynak. És akkor építsük tovább a bulit, gyerekek. Azt mondja, hogy akkor kértetek egy Herkulest 286-ossal. Várj, nem, mit kértetek? Bocs, nem 286-os. IBM PC, kompatibilis klón. Egy klónt rakunk össze, egy Bull Micrát. A gyűjteményem leges legrégebbi számítógép, ez 83-ba készült. Ő ugye egyidős az IBM PC XP-vel, viszont ez egy kicsit előbb készült. Ez 83-as. Leveszem a Doom-nak a zenéjét. Meg volt a feeling. Feelinget? Én már azt érzem, hogy leszakadnak a
micsodáim. És akkor egy 1983-as francia számítógép jön. Azt! Oda letesszük a földre, mert már nem nagyon van hely. És Bacsis, tudnád hányszor kijátszottam a Doom 2-t? Na, örülök neki. Az egy örök klasszikus. Jó, és akkor ugye megszokhattuk, hogy a számítógépeket a saját tartozékaival kötöm össze még abban az esetben is, ha... És ha... Talpázban van a billentyűzete. Ennek is megvan a saját billentyűzete. Gumban, hova raktam? Viszont szép lassan eltűnik innen a kuplerály, és beépül minden, és helyére kerül minden. Basszus, hát ennek megvan a saját billentyűzete, és be is hoztam, vagy leraktam valahova. Hát én ezt hoztam a billentyűzetét. Francba, valahol leraktam, rohadt életbe. Majd vicci lesz. Herkules monitort beszéltünk, akkor hozunk hozzá egy Herkulest. Szigorúan floppyról indítva a rendszert. 1983 Bull Micral, és egy Siemens processzor van benne. Megvan a billentyűzet. Tudtam én, hogy megvan. Hozom a billentyűzetét. És ha már Bull Micral, akkor a gyári billentyűzetével üzemeljük be ezt is. Újra gémerek vagyunk, gyerekek! Cica, ettél itt ám, most mit akarsz? Menjél ki! Dream. A legjobb. Kapcsoljuk be akkor a Bull Micrát. Egy kis stance mellette. Na nézzük! És ha minden igaz, akkor csinálj meg, hogy P1-en is legyen kép. Kéne hozni hozzá egy VGA monitort, és azt most nem tudok hozni. Nincs most kéznél VGA monitor, úgyhogy most azon nem lesz kép. Igen, készülés van 29.30-ra, illetve ez most ugye egy olyan készülés, hogy magát egy reklámvideót fogunk csinálni a BRSK-nak, és azt találtam ki, hogy a háttérben leteszek egy csomó számítógépet, és így fogom promózni a kiállítást. Meg hát egyúttal akkor letesztelem a gépeimet is. Ja, nem megy a billentyűzet. Vajon miért nem megy? Várjátok, rádugom. Elvehetek, megyünk fülére. Nagyon helyes. Gyertek minél többen. Azért csináljuk, hogy jól érezzétek magatokat. Nemes Sanyi itt vagy? Nemes Sanyi itt van? Nem tudom, hogy itt van-e, remélem, hogy itt van. Na, Sanyi, tetszik? Ott van a izért golfod rajta.
Jó lesz, jó lesz! A Bíró de Retrót iratkozz fel, hiszen legnagyobb Magyarország közép-európa legnagyobb retro számítógép kiállítását szervezzük. Vadalma, igen, igen. Itt vagyunk, Herkules monitorral. És akkor, miután ez is gamer, hát most indítjuk el ezt. Mint egy Lamparty 2000-ből, hát mint egy Lamparty inkább 1985-ből. Uaj, ez nem fog elindulni, rohadjon meg, csak az Amulőben indul el rajta, mert ebben valami elcseszett Herkules kártya van, és nem tud grafikát megjeleníteni. Várj, lehet, hogy elindul. Mi a franc? Még utóbb elindul. De jó. Mindjárt elindul a demo, mindjárt meglátjuk, hogy megy-e. Kicsit szaggat a stance, kevés neki a 20 MHz. Aha, igen, nem indul el rajta, mert grafikát nem tud ez a szar. Olyan Herkules van benne, aminek elvileg kéne tudni a grafikát, de mégse tud. Viszont van egy játék, ami el tud rajta indulni. 1983-ból még egy kicsikét szivatóval indulnak a játékok, de mindjárt indítok én ezen is. Jó estét, szia, Gergely! Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállításának egy kicsike szeletét láthatod most. És az a helyzet, hogy mindig rengeteg számítógép van itt. Mindjárt indítunk játékot. Hány géped van összesen? Hát minden... Szabad ilyet elmondani? Az a baj, hogy... Azonban nagyon hülyén vennék ki magát, hogy én erre őszintén válaszolnék. Úgy maradjunk annyiba, hogy elég sok. Klimád miért nem retro? Azért, mert az sokat fogyasztana. És ugyebár a retro számítógép nem fogyaszt sokat. Amőba. Francia kiosztású a billentyűzet, kicsit nehéz. Amőba. Tessék! Amőba, játék! Gamer, gyerekek, gamer! Magyar nyelvű gamer jár, számítógép. Van a meg 500-asom? Van. Igen, a CRT-k azért eszik. Igen, ez tény és való, hogy nem a gép eszik sokat, hanem a CRT. Csak a te kedvedért úrindítom Amiga 500-at. Lekapcsoljuk annál a zenét, és akkor az Amiga 500-on elindítjuk, mert jól hangzik. Már minden prittyög, gyerekek. Na, azt mondja, hogy Amiga 500, restart. Hány fok van a szobában? Most akartam megnézni. Nem is tudom, hogy azt hiszem, itt nincs hőmérőm. 24,5. Nem olyan vészes amúgy, tehát egy ekkora placon most megy 6-7 számítógép, ami fogyaszt 100 wattot, az nem olyan sok. Na? Mi a franc van ezzel a kurva Amigával? Snake, mit csináljak vele? Szar az egész. Fú, de gyűlölöm. Ha? Miért nem indul az Amiga? Pedig nézzétek meg a Macintos klasszikot. Prince of Persia, gyönyörű. Nem nincs benne lemez. Gotek van benne. Thank you.
mindjárt jó lesz. Szar, valami szar. Fú, de gyűlölöm az Amigákat. Na, akkor nem tudom, miért nem megy az Amiga. Nem értek hozzá. Az Amigát az csak dekorációnak hoztam be. Amúgy hozzáteszem, tök őszinte leszek veletek, ez az én Amigám, de nem értek hozzá. Nyomjátok a lájkot, gyerekek, az ingyen van, és még van még munka itt, úgyhogy még építünk tovább. Még nincs vége a bulinak. Annyira szeretném, hogy menjen az Amiga, mert amúgy annyit, tehát egy, amit tud, azt nem lehet tőle elvenni. Azt nem lehet tőle elvenni. Snake, mit csináljak vele? Kevesebb ampert kap a paksol az Amiga. Kapcsolt ki, kapcsolt be, megtörtént, kikapcsoltam, visszakapcsolom, és bejön a zene, majd... Vol, ez a hangerő. Megnyomom a volt, és ugrál egyet a kép. Ez szar. Ez mi a picsa? Jó, akkor nem nyomom a volt gombot. Igen, ez sima Amiga 500-as. Na nézzük most. Nem AV-n van, de elvileg jó. Mert elindul. Hú, de vibrál. Már nekem is kiegeti a szememet. Igen, sziasztok. Amigával küzdünk. RGB-t írt ki, de látod, hogy bejött az Amiga DOS. És mindjárt indul a játék. Hang van. Aha, elindul ez. Akkor late presence, nagyon állat, ahogy mondja. Kurva jó hang, tehát ezt nem lehet elvenni, gyerekek, hogy nem vagyok Amigás, nem értek a Commodore számítógéphez. Ugye ez a Test Drive 2, de olyan durván jól néz ki rajta, tehát egy PC-t agyonver. Tehát PC-n ez nagyon nem így néz ki. Nagyon durva, ezt senki nem veszi el a Commodore-tól, ezt nagyon oda rakták. Be is mondja, The Duel. Nagyon állat. Tehát ezt nagyon-nagyon tudja az Amiga. Kedves Rózsa Péter, ahogy privátban is beszéltük, gyere el, várunk szeretettel, meg hogy írtad is, hogy jössz. Millió Commodore gépünk lesz, úgyhogy te meg fogod találni az érdeklődési körödet. Ezt én azért raktam ki, hogy amikor megcsináljuk a promós videót, legyen a háttérbe egy Amiga is, meg legyen egy Apple Macintos klasszik, én tényleg nem értek hozzá. Kaptam Ajcsiba, kicsit ez olyan nekem, mint a coming out, hogy nem foglalkozok Amigákkal, meg nincs is, hát valójában van, de nem értek hozzá. Én bevallom férfiasan, PC-be tényleg bármikor bármit megcsinálok, bármiről tudok beszélni, milliókat, ez nem értek, ez tényleg dekorációs céllal lett beröffentve. Gyertek csak, persze, várunk szeretettel. Na, van még gép. Van még gép, hova a francba rakjam. Aha, oda még a földre beüzemelünk egy gépet. Na, iszok egy kortyot, és akkor folytatjuk a gépeknek a konfigurálását. Azt mondja, hogy még oda a földre befér még egy gép. Bacsis, miattad most bekapcsoltam a Doom 2-t. Nagyon helyes, pont ezért csináljuk a TikTok csatornát is részben, hogy mindenkinek meghozzuk a kedvét. Erre a szép hobbira. És bacsis, van, amihez nem ért. Nem is tudod, mennyi mindenhez nem értek. Rengeteg mindenhez, sőt, még PC-n belül is természetesen. PC-kben azért egész jól otthon mozgok, de abban is beszéltük live-okban korábban, hogy napi szinten tanulok én is. Napi szinten. Tehát ezt nem lehet mindig mindent tudni, tehát olyan nincs. És elindult! Valamiért eddig nem ment rajta az Amigánál a demo. Most megy a demo rajta. Commodore 64 miért nincs? BRSK-n lesz rengeteg Commodore 64, sőt még SX64-ünk is, azaz a Commodore-nak a hordozható változata, a laptop kiadása. Gyönyörű a képe ennek a Macintosnak, gyerekek. Na, pörgessétek meg még a live-ot, gyerekek, like-ot, ingyen van. Toljátok a szívecskét, osszátok meg, nem tudom miért vagyunk ilyen kevesen ebben a live-ban, pedig szerintem a legjobb téma most van. És még egy gépet be kell üzemelni. Van még gép. Akkor oda a sarokba még beröffentünk egy gépet. Azt mondja, hogy nagyjából így lesz majd a nappalim, így fogom akkor promózni. Hát, jó lesz ez.
Jó lesz ez. És akkor oda a sarokra még berakunk még egy gépet. Amúgy még mindig sok gép lenne, tehát még tudnék még építeni. Fogy a hely! Úgy? Na gyerekek! Az tehát egy Turbo XT lesz, és hát dobozos monitor, 1980, nem tudom mennyiből, nagyon régből, dobozból veszük ki a monitort. Mert csak a legkomolyabb cuccokat mutatom nektek. Mindjárt még egyszer végigmegyünk a gépeken, hogy mit vannak, meg mit lesznek. Mert tudom, hogy sokan még csak most jöttek a live-ba. És akkor kiveszem a dobozból az EGA monitort. Azt a kurva, ez is de nehéz. ...1989, valami ekkori gyártású ez a gép, szintén lassan 40 éves. És akkor nézzünk hozzá egy billentyűzetet. XT billentyűzet kellene. Hát most hirtelen nem hoztam be XT billentyűzetet, de megoldjuk parasztból. Hoztam egy ilyen jó kis mechanikus, magyar ékezetes billentyűzetet. Amin van XT-AT kapcsoló, átkapcsoljuk XT módba. Mert ugye hiába ugyanaz a csatlakozó, de nem kompatibilis. Ezért megoldották így, hogy ilyen XT-AT kapcsolóval át lehet állítani. Így XT-re. Jó, ez megvan. Akkor a billentyűzet is. Nem tudom bekötni a gépet, mert annyira nincs helyem. És akkor, ha most vagy bajba, ja, megint kéne tápkábel, de kettő. Na, az bozok még két tápkábel. Ráadásul konnektorból is szarul állok. Hát tényleg ez lesz az utolsó gép, amit megüzemelünk. Megoldjuk parasztból hosszabbítóval. Akkor így egy konnektort oda viszek, akkor így kettő hosszabbító kell, egy a tápkábel egy a gépnek, meg egy tápkábel a monitornak. Egy türelmet kérek, el kell mennem tápkábelére megint. Mert már nincs több. Kis pillanatot kérek és jövök vissza. El ne menjetek, addig iratkozzatok fel, ha bírjátok a retrót. És folytatjuk akkor a gépek beüzemelését, de el kell mennem tápkábelére. Adjatok egy percet. Egyetlen egy percet kérek. Addig, ahogy valaki jön a live-ba, mondjátok neki, hogy küldjön ajándékot, meg iratkozzon fel. Tudjátok, szokásos. Köszi. Egy perc és itt vagyok. Megjöttem, megvan a tápkábel. Egy kicsit alulmérre tesztem. Üzemeljük be akkor a Turbo XT-t. Azért Turbo XT, mert az órajele nem 4,77 MHz-en jár, hanem 8. 8 darab MHz-en. Ega monitorral, dobozból kivéve, mert nálunk ilyen hardverek bemutatása, beüzemelése történik. És természetesen ez is gamer, 8 MHz-el gyerekek, gamer, gamer, nálunk mindig minden gamer. Most mondd azt, hogy nem az. Nem az. Jó, mondjad. Akkor meg nincs igazad. Ha mondod, akkor meg nincs igazad, mert minden gamer.
friss a gép. Monitor, beröffentjük. Na nézzük. Ott is van, csak úgy pörgeti a memóriát, gyerekek. Szék Nemes, annyi kurva nagy királyok vagytok ti is. Bizony, bizony, jól mondja a vadalma. Leszopják a testüket, ők is. Na. Beszámolta mind a 640 kilobájt memóriát. Tudjátok, megmondta Bill Gates is, 640 kilobájt memória mindenre elég. És már indul is a DOS. Indítunk egy Norton Commandert. Ez a gép is egy év pihenésből lett most bekapcsolva, tökéletesen működik. 1989-es gyártmány, azt hiszem, nem is tudom most így fejből, rá van írva az alaplapjára. És akkor miután ez is gamer, ezért indítunk rajta egy játékot. És itt is van 1989-ből egy Pac-Man klón. Vasárnap nem megyek piacra, örülök, hogy élek. Most nem lesz piac. Holnap viszont, gyerekek, Mega Live. Ha esetleg valaki nem tudja, akkor most jelzek, holnap dél körül. Figyelgessétek a csatornát, ha nem dobja be, hogy megy a live, időnként keresetek rá. Dél körül Mega Live, gyerekek, megyek Viktorhoz. Nagyon komoly cuccai vannak, úgyhogy holnap Mega Live. Ismét vendégségbe megyek, megnézzük a legkomolyabb motyeszokat. És itt is van, gyerekek. Tessék, 8 MHz, mennyi mindenre elég? Mennyi mindenre elég 8 MHz? Gyönyörű, gyönyörű PC klón. Oda néz. 30 FPS, garantáltan megy, megvan. Oda néz, 30 FPS-sel, nagyon gamer. Figyelj, ne, sokat sokszor mondtuk, nem fogyasztanak ezek a gépek sokat, tehát itt körülbelül mondjuk 8-900 watt megy ennyi géppel. Na, kedves nézők, így fog kinézni akkor a promóciós videónak a háttér. Ez úgy kell elképzelni, hogy így lesz beállítva a kamera. Hát igazából kurvára nem látszik rajtuk semmi. Tehát ez, de jó, hogy szoptam vele 4 órát, és szar se látszik belőlük. Tehát így közelről persze tök jól néz ki, de nem látszódnak a gépek. Hát ezt nem hiszem el, szar mi, de nem látszik semmi se. Az a tévé hányszor? Kb. 21-szoros. Hát ez a live is eddig kurva jó, én ezt értem, csak ez most nem a live-ról szól, ugye ezt beszéltük, hanem ugye ezt a promóciós videóhoz, hogy látszódjon a háttér, hogy mennek a gépek, és akkor az lesz, hogy majd oda be fogok ülni, és akkor ott majd elnyomok valami monológot. Úgyhogy, hát ez ilyen lesz. Szóval így vagy úgy, gyerekek, ha más nem, akkor azért érdemes volt ezt a live-ot megcsinálni, mert most láttatok egy icike-picike szeletet, hogy mégis hogy néz ki a BRSK, nem így néz ki természetesen, de hogy milyen gépek vannak, és így indul maga a kiállítás, természetesen ennél azért újabb gépek is vannak, vannak budus gépeink, 90-es évekből rengeteg gépünk van, kora 2000-es évekből multiplayer sarok, konzolok is rengeteg van, ugye nekem nincs konzolom, nem raktam ki. Rengeteg konzolok. Idén lesz kifejezetten Macintos gépeknek a sarka. Apple gépeknek lesz kifejezetten a sarka, ez korábban nem volt. Lesznek flippereink, lesznek arcade gépeink. 300 különböző számítógép vár titeket, gyerekek, hogy eljöjjetek, és szórakozzatok, és ott legyetek nálunk fülén. Közép-Európa, de mindenképpen Magyarország legnagyobb retro számítógép kiállításán. Szóval, kedves barátaim, kedves nézők, nagyon-nagyon sajnálom, hogy ebben a live-ban ilyen kevesen voltunk. Nem tudok vele mit csinálni. Akik itt voltak, remélem nektek tetszett a műsor. Most légy szíves, engedjetek el, mert meg kell csinálnom a promós videót, és az kurva élet, hogy most meg fogom csinálni, összeszedem magam. Iszok egy bambit, aztán összeszedem magam, mert most mennek a gépek, ott még cserélek egy CRT-t, azt még megcsinálom, aztán Snake valamikor át fogom küldeni a videót, lehet, hogy már csak holnap, de én ezt ma mindenképpen megcsinálom. De most szusszanom kell egy fél órát. Szóval ilyen gépek és hasonló gépek várnak titeket a BRSK-n. Iratkozzatok fel, hogyha szeretitek a retrót. Gyertek Facebookra, Bacsis kötőjel Tuning fanklub csoportba. Gyertek YouTube-ra, BRSK Official névvel, vissza lehet nézni a live-okat.
Küldjetek minél több ajándékot, ha még nem tettétek meg, hiszen ti is részesei lehettek a BRSK-nak, ingyenes rendezvény. Mindenki beszáll a közösbe, nektek vagyunk, értetek vagyunk. Privát üzenetbe is lehet írni, aki szeretné támogatni a rendezvényt. Holnap meg a live. Fulla vagyok, nem tudok már mást mondani. Szerintem mindent elmondtam. Gyerekek, megyek, jó? Örülök, hogy itt voltatok, holnap elvileg dél körül találkozunk.